Okay, so the main let's say idea behind this presentation is to try to give you a brief overview of the Clean Hydrogen Partnership and what are our future let's say plans in terms of the strategic research and innovation agenda in the coming years, but also have a quick look at the main let's say new elements in the annual program that we have for 2022. Which was launched already back in the 1st of March. So about the Clean Hydrogen Partnership, we were established back in November. The main point is that we have a 1 billion euro budget coming from Horizon Europe, which we plan to dedicate on three key elements being renewable hydrogen production, hydrogen transmission, distribution, and storage. And for the end, use technologies of hydrogen in transport, buildings, and industry. This is a schematic representation of the structure of the joint undertaking. And you can see the three main actors that form our governance. On the left, we have Hydrogen Europe, which is the, say, the industrial association of all the actors on hydrogen with more than 300 members. Then we have the European Commission and then Hydrogen Europe Research, which is representing the research community. And the overall mission of this joint undertaking is to facilitate the transition to a greener society through the development of hydrogen technologies. So the Clean Hydrogen Partnership is not something completely new. We're building on two previous partnerships. Sorry for that. Which were along the programs of FP7 and Horizon 2020. And now in Horizon Europe, we have taken a new shape and form under the Clean Hydrogen Partnership. And here you can see let's say the allocation of funding across the different activities accumulated over the past two framework programs and two joint undertakings of the past. As you can see, the majority of funding going into the end use applications for transport and clean heat and power, but also a significant amount for hydrogen production. And overall, we funded 287 projects for 1 billion euros in two joint undertakings. As you see now in the one that we have now, the ambition is much higher. We have 1 billion in just one framework program. Moving on to the, let's say the strategic research and innovation agenda that we have, which was brought forward by the industrial partners and we collaborated on it with input from the European Commission as well. This is, let's say, again, a schematic representation of all the activities that we foresee to support in the coming years. And say the main axis will be hydrogen production, distribution and storage, end use and horizontal activities, as I mentioned earlier. On hydrogen production, we will focus mostly on electrolysis, looking at the various technologies available there, but also looking at innovative ways apart from electrolysis, such as direct solar hydrogen production or other pathways. On the distribution and storage part, we'll be looking at, this is one of the elements that will be significantly different in our in this joint undertaking. We had activities on this, let's say, axis in the past, but this is far more ambitious in this partnership. We'll be looking at large-scale storage, both above ground and underground. We'll be looking at how to utilize the natural gas grid for the distribution of hydrogen, either by direct injection or by repurposing, trying to go to 100% pure hydrogen. Then looking at liquid organic hydrogen carriers for the, let's say, long distance transport of hydrogen. Looking at compression, purification, and metering, which are key technologies for the hydrogen economy, but also on the hydrogen refueling stations, which is a key element as well for all the transport applications. Now, for the end use, we're looking at both
transport application and stationary applications. We're looking at supporting building blocks that can enable all technologies for transport, either heavy duty, waterborne, rail, and aeronautic. And for stationary, as we had in the past, we're supporting stationary fuel cells. But also a novelty in this program is that we're going to be looking at turbines, boilers, and burners that are going to be operating on hydrogen. And apart from these, let's say, the technological key areas, we're also having horizontal activities that are looking at cross-cutting issues, how to enable and support the supply chain, and how to tackle research challenges. Now, coming on to the call that was launched on the 1st of March, the overview is that we have the call is designed to support 41 topics. We're calling for 41 topics with a total budget of 300 million euros. And the call is structured into two deadlines, one on the 31st of March and the other on the 20th of September. And in our call, we're covering all elements involving hydrogen production, hydrogen distribution, transport applications, stationary heat and power, cross-cutting activities, and the hydrogen valleys that we have done also in the past. Just a few words about the types of the funding rates that we have, because this is a frequent question that we are receiving. In our program, we're following the same guidelines as Horizon Europe. So we have three, actions, research innovation actions, innovation actions, and coordination and support actions. In research innovation actions, we're looking at, let's say, lower technology levels up to 5 or 6. And there we're looking at a funding rate of 100% for all beneficiaries. For innovation actions, we're looking at, let's say, higher technology readiness levels, and we have funding rates of 70% for the legal entity, for the profit legal entities, for the for-profit legal entities. And then, but in this type of action, we also have 100% funding for non-profit legal entities. And for coordination and support actions, which is mostly activities to promote cooperation between legal entities in the member states, this is where we have a funding rate of 100%. We also have some novelties in our call conditions that I would like to stress. First of all, for the first time, we are allowing the applicants to charge the full capitalized cost for purchases, although the traditional means is a depreciation. This is for topics for innovation actions only, and this will be indicated in the topic conditions. So it's not for all topics, but in some where we consider that it's important to support the full capitalized cost for purchases of equipment related to hydrogen solutions, there we will have this condition enabled. We also have the seal of excellence, which is basically when we have when we have proposals that are above, that have been positively evaluated and are passing all thresholds, but we don't have the funding to fund all the proposals, the ones that we cannot fund will be given a seal of excellence with which they could seek other sources of funding, national structural funds, etc. Additional novelties in the call conditions is that we have a maximum funding per topic for certain topics. So please pay attention to this when you're preparing your applications. This is limiting the JU contribution that is available for this topic. And it is expected that applicants will seek other sources of co-funding to achieve the topic's ambitions. Either through private investment of the industrial partners or through co-funding from regional or local funds. The other call condition, the other novelty, the call conditions, actually, this is not a novelty, it was there in the past, is that we are asking for
for the involvement of members from Hydrogen Europe and Hydrogen Europe Research. And this is an eligibility criterion as well. So please pay attention when you're preparing your application. And this is for topics targeting actions for large scale demonstrations, flagship projects, and strategic research actions where the industrial and research partners of the JU play a key role in accelerating the commercialization of hydrogen technologies. Additionally, in our call for proposals, we have introduced this new, element of flagship projects. And these are projects that are expected to have a significant impact in accelerating the transition to hydrogen economy. There, we're again, in some cases, limiting the JU funding. And it is important that in these actions specifically, the applicants seek synergies, concrete synergies with other programs and instruments in order to tackle the ambition of the topic. Here, I would like to stress that we're in certain cases referring to specific types of instruments for synergies, such as the Connecting Europe facility. We would be available to guide you further if you reach out to us on how to structure this synergy, and to support you in this endeavor. So if you have any questions on this or if you need any support, please email us and we will get back to you. Following on the synergies that I briefly touched upon, I mentioned that we have the specific, requirement that we are guiding applicants for certain topics to certain instruments, for the two flagship projects that are looking at the deployment of hydrogen trucks and inland vessels. We are strongly recommending that there are synergies with the Connecting Europe facility. But also for the two flagships projects for the hydrogen valleys, we are strongly recommending again synergies with complementary funding from regional or local funding. Here, I'll just like to stress that there are many opportunities for funding apart from our program on hydrogen. There are the European Structural and Investment Funds. There is the Recovery and Resilience Facility, the Just Transition Fund, the Connecting Europe Facility, which I mentioned, and it is specifically mentioned in certain topics, but also the Innovation Fund, the Modernization Fund, etc. Following up on the other essential requirements in our topics, we have, we're requiring from our applicants to have already at a proposal stage a draft safety plan on how they will address the safety issue in the project, and they must make sure that they foresee that any incidents or any safety related events are reported to the Joint Research Center in their dedicated website database. But also we have another requirement for guarantees of origin, and here we're asking for innovation. Only in the case of innovation actions, where large amounts of hydrogen will be used, that there are guarantees of origin used to prove the renewable character of the hydrogen. And if the applicants should seek the purchase of or issuance of these GOs from the member states, which are now rolling out their hydrogen GO schemes. But if they are not available, they are also encouraged to use non-governmental certificates, such as Certify. We're also, explicitly encouraging our applicants in certain topics to seek international collaboration. And you will see that certain topics, the applicants are expected to contribute towards the activities of mission innovation. Here, the collaboration with the mission innovation countries are, encouraged, but also there is the case of another topic which is research and innovation cooperation with Africa on hydrogen, where we're encouraging this international cooperation, and also African countries are allowed to participate and are also eligible for funding.
And coming on to a summary, let's say, of the key elements that you need to pay attention when you're drafting your proposals. Please make sure that you explain how your proposal will address, will facilitate and support the EU competitiveness and industrial leadership in the sector of hydrogen. Please make sure that you engage in synergies and try to foresee synergies for both funding and all the activities that you plan in your proposal when these are specifically requested by the topic. Please make sure that you foresee the contribution to the monitoring framework that we have set in place for capturing the progress of the technology, which is our trust database. There, all our projects are invited to submit their data so that we can, let's say, capture how the technology is progressing across the years. The international collaboration, of course, is an important aspect that you need to pay attention to. I stressed it earlier. Please pay attention to when the topic is requesting for the involvement of the private members, Hydrogen Europe and Hydrogen Europe Research, as this is an eligibility criterion. Make sure that you respect the limited funding when this is a topic condition and you do not exceed the funding that is foreseen for that topic, because that will make you automatically ineligible. Make sure that you include safety plans for both research innovation actions and innovation actions, that you foresee the use of guarantees of origin for the innovation actions. And of course, look out for when the topics are calling for inputs on the regulations, codes, and standards, as this is an important requirement as well. Going on to the activities developing testing protocols, here we have in the joint undertaking with the support of the Joint Research Center, we have been developing, trying to develop harmonized testing protocols. So whenever you see that the topic has work on this aspect, please make sure that you foresee a collaboration with the JRC so that you provide input on that. And also you will notice that in our topics, we specifically stress that the sustainability and circularity aspect of the technology should be addressed. Finally, I would like to also reach out to you for those that are experts on the technology in the audience, that we are actively looking for experts to support us in the evaluation of these proposals. And if you are an expert and you are interested, please send us please register in the funding and tender portal, and then notify us of your interest so that we can take you into consideration. Please note here that you cannot be both an expert and participate in a proposal that is submitted to us, as it's a conflict of interest. That's it from my side. I'd like to thank you very much for your attention, and I would be happy to answer any questions. I don't know if we take questions now or at the end. Thank you very much for this very insightful presentation. I would suggest that we can take some questions now, so that you don't need to stay until the end in case you have other obligations. So I'm quickly checking the chat. I can't see any questions there, but then now this is the possibility to raise your hand and ask any questions to Mr. Tsimis. I would like to also state that if you do have any questions that come up when you're drafting your proposals or you're preparing your consortium, you can email them to us and we will get back to you as quickly as possible. Thank you so much. I believe that's very useful for the applicants. So I think for the moment, I can't see any hands or questions in the chat.
So in this case, again, I would like to thank you for your presentation. I think it was fascinating to see all the specificities we need to know about these call for proposals. And then I hope that many Hungarian applicants will submit successful proposals in the future. So thank you. And then indeed, please contact also in the future, if anyone has questions while preparing the proposal. Thank you very much. Thank you, and good luck with the rest of the event. Thank you. Bye. Bye-bye. So then moving on with our agenda today, I would like to ask Mr. Michael Dietrich, the Innovation Director from Hydrogen Europe, to give his presentation. Normally, we already gave the co-host rights to Mr. Dietrich, so please let us know if you can start your presentation or if you need any support on that. And then I would like to welcome you to the floor, to the virtual floor today to give your presentation. Thank you very much, and thank you very much for the invitation. I can hear and see you very well. Let me share my screen. To come live very soon. Can you just confirm that you can see it and you yes. can hear me well? Yes, perfectly. Thank you. Excellent. So off we go. Good morning, everybody. My name is Michael Dietrich. I'm Innovation Director within the Association Hydrogen Europe. Very brief reminder, Dionysis made the introduction already of what is the Clean Hydrogen Partnership and its partner. So we have the partnership that is basically built between a private partner, so Hydrogen Europe together with Hydrogen Europe Research, up with the European Commission. I am part of Hydrogen Europe, one of the founding partners of this private, public-private partnership. And all together, we develop a research and innovation portfolio of clean, efficient, and competitive solutions that are indeed based on hydrogen technologies in energy, transport, and industrial applications. Having a look at the budget and the contributions of the PPP, so Dionysis explained that the funding available is 1 billion. This corresponds to the contribution of the European Commission, mostly in the form of cash, so attribution of grants. But we, as a private member, also contribute to this PPP with a sum of 1 billion as well, consisting of in-kind contributions and contributions to administrative costs. So altogether, actually, the overall budget is 2 billion euros, which is, which sets a precedent, basically. We have two types of members, mostly relevant for this call today, full members and project members. And non-members are very welcome to join Hydrogen Europe, either as a full member if you have an important interest for hydrogen, or possibly just project members if you are involved in a consortium for the published call. And all together, we want to contribute to the success of this partnership and more broadly to the hydrogen ecosystem as a whole. Few numbers and words about the secretariat, so about the association. We are a team of 34 employees, and I believe this information is already outdated. We might be between 35 and 40. We are growing very fast. We have today more than 350 members and more than 100,000 followers on social media. The vision is the following: Hydrogen Europe is propelling the global carbon neutrality by accelerating the European hydrogen strategy. If we look at our mission, Hydrogen Europe is taking is a leading organization, and we are a trade association, representing the European-based companies and stakeholders that are committed to moving towards a circular carbon neutral economy. It's a bit long. We are also the spearhead of hydrogen industry towards policy and decision makers for hydrogen technologies and applications.
and we effectively support and facilitate our members in their transition towards a circular and carbon neutral economy while creating and maintaining sustainable jobs. That's very dear to us. On the left-hand side, you can see the structure of the secretariat. So we have 4 staff for the management. Then we have a policy team with 8 staff, funding and attendance with one part of the staff. We have a team supporting development under ITSAIS and the Clean Alliance, 3 staff, and operations, 9 staff. And this number is ever growing and ever evolving. Having a look now at the structure for research and innovation. So this slide has been described already by Dionysis in his presentation under a different format, but this slide explains very much the same. It shows you that we have 3 main pillars: hydrogen production, hydrogen distribution, and hydrogen end uses. Within Hydrogen Europe, we have technical committees that are under those pillars. So technical committee 1 is dedicated to production of hydrogen, mostly via electrolysis, but also other modes, and then how to integrate the electrolysis in the energy system and in the industry as well. In terms of distribution, it's been stated before, that's a new pillar that is a very key pillar to bring hydrogen from A to B. So we have various set of roadmaps. So RM stands for roadmap. And you can see that we are addressing pretty much all areas of hydrogen distribution. Coming to the last pillar, end uses, we have a technical committee dedicated to transport, where we will work on on-road and off-road heavy-duty vehicles, but also maritime aviation and rail application. Then we have the TC4 that is addressing fleet and power, mostly stationary hydrogen fuel cells, but also turbines and burners operating with hydrogen. Then historically, we found a cross-cutting technical committee where aspects related to sustainability, recycling, regulation and standards, safety are being addressed without forgetting, of course, education and awareness. We also developed a technical committee addressing hydrogen valleys, where we take components from production, distribution, and uses. We put them all together, usually in a large scale project at the size of a GU, so funding in the magnitude of 25 million for a total size of project of 100 million, broadly speaking. And with this, what we want to develop is great ecosystems that will combine multiple applications in synergies. And then we also have the technical committee on supply chain, trying to address manufacturing capabilities from an R&D point of view, but also trying to troubleshoot any bottlenecks we would have in our production and supply chain. That's our broad overview of research and innovation structure. And now we come to the membership and services that are offered by Hydrogen Europe. There is something new in this slide that should be of interest. So, for the feature and benefits, I will not describe anything. We are basically a traditional trade association, European trade association, but with the specificity of also partnering with the Commission within the PPP. So you will find paid for full membership, so industry corporate member or non-industry corporate member. We have various rights and duties, so they are stated here, and this is all lifted from our website. Our website is really the place to go if you seek for any information. We also have this interesting new category that has been created and could be of interest to you, is a free membership, and we call it a project member. In order to become project members, there is basically a one condition to fulfill. You must receive funding from the Clean Hydrogen Partnership. And of course, you need to comply with our bylaws. Everything is available on our website. You will find all the details there. Basically, with this free membership, of course, the rights are very limited. There is no voting rights. Access to working groups, etc., is not possible.
But you still have access to Hydrogen Europe newsletters, and you have access to Hydrogen Europe Funding and Market Digest, bringing you funding opportunities, usually at a European level. And also, we can communicate topic titles of the upcoming annual work plans that will be published by the Commission, because we are developing those topics together with the European Commission. What is the intention behind this? We understand that we have a system that is ever growing. The interest for hydrogen is growing as well, but maybe not to the point that one organization would like to apply for a full membership, which could be expensive. But you have a foot into our ecosystem. So this is why we create this membership. All details on membership offers are available on our website. I warmly recommend you consulting the website and get in touch with us if you have any question about services and duties of our members. And final slide from me. So autumn 2022 will be very interesting for hydrogen, not only because there will be the European Hydrogen Week that will take place, but also because Hydrogen Europe is launching a dedicated flagship event. So that's organized by ourselves. You can already mark your calendar, 25th to 27th of October in Brussels and near the Atomium. It will be a very large event. I will not spend too much time detailing this event because that's not the purpose of this meeting, but you have here the link to the dedicated website. And again, you are very welcome to visit the website and to get in touch with us if you would like to participate, just in-person attendance as visitors, but maybe also as exhibitors. We have several options available. So by all means, please feel free to go on our website, seek for information for membership, but also for the flagship event. And we will also remain available for any questions you may have. And on this, I think I'm done with my presentation. So thank you very much for your attention. Thank you again for the good organization of this event. I don't know if we have any questions. I will stop sharing my screen now, and we can check if we have any questions. Thank you very much, Mr. Dietrich. I'm also checking the questions. There was one. Yes, I can see. I think it was maybe a question for Dionysius, but I am able to address it. And so the question was, is it obligatory for all calls to have a member of Hydrogen Europe or Hydrogen Europe Research in the project consortium? No, not for all calls. So you can go into each call that are of interest to you, and you will look there if you find the eligibility criteria requesting to have at least one member of our association in the consortium. Dionysius already hinted us. I think you have this eligibility criteria when we are talking about a large scale topics. That's usually the rule of thumb. I hope it addresses the question. Thank you very much for taking this question. Any other questions, either in the chat or by raising hands? Similarly to Dionysius, maybe questions will come a bit later, but you can always refer to our website and there you will find our email addresses, and we will be more than happy to address any further questions you may have. Thank you so much. Thanks a lot for your very insightful presentation, sharing all the details. We always encourage our applicants to join European level associations and benefit from all the opportunities there. So I hope that many of the people from the audience will use this opportunity and get in touch with you and the organization. So I thank you all again. We'll change now the language for Hungarian, as the rest of the speakers do speak Hungarian, as far as I know. So thanks again. És akkor most, ahogy ugye említettem, átváltanánk magyar nyelvre, és akkor haladnánk is tovább a programmal.
Következő előadónk Dervaics Ákos, az EIT Inno Energy Country Manager-e, úgyhogy szeretnélek felkérni Ákos, hogy akkor tartsd meg te is a prezentációdat. Ha jól látom, akkor te is Márkóhoz, vagyis el is kezdted megosztani a képernyődet, úgyhogy köszönöm szépen. Igen, és nem tudom, hogy, minden látszik-e. Egyelőre még nekem azt írja, hogy started screen sharing. Most már igen. Aha, jó. Remek, köszönöm szépen, és akkor üdvözlök én is mindenkit, aki megjelent. Én azért egy picit más dologról beszélnék az Inno Energy kapcsán, mert hogy ezek jellemzően már nem támogatások, hanem alapvetően az iparfejlesztést érintő befektetések. És valahol ezt úgy kell elképzelni, hogy a kutatásfejlesztésnek a legkockázatosabb elemeit finanszírozzák általában az állami támogatásokkal részben vagy egészben a különböző piaci szereplők, ugye Európai Uniós támogatások esetében már egészen magas technológiai készültségi szintig el lehet jutni, akár a piacra lépésig el lehet jutni különböző mértékű támogatásokkal. Az EIT Inno Energy oldalán pedig jellemzően már a piacra lépéssel kapcsolatos, illetve a piac építésével, az iparág fejlesztésével kapcsolatos finanszírozási források jelennek meg, amelyek jellemzően befektetések. Azért egy pár szóban az Inno Energy-t bemutatva, gyakorlatilag 2010 óta dolgozik ugye az Európai Bizottság jóvoltából az európai különböző energetikai tárgyú iparfejlesztéseken. Egy nagyon jelentős üzleti hálózatot sikerült maga mellé kötnie, illetve teremtenie. 560 millió euró, vagy már a fölött is van azoknak a befektetett összegeknek a mennyisége, amit különböző energetikai területeken fektetett már be, és abba az irányba halad maga a szervezet, hogy kötve különböző Európai Uniós programokhoz, de ezeket az energetikai tárgyú iparfejlesztéseket hosszú távon is tudja segíteni. Csak hogy itt lássák a hallgatók, gyakorlatilag több olyan szerep is van jelenleg, amit egyébként az Inno Energy az energetika terén fölvállal, ebből csak az egyik a hidrogén, és ezt a Green Hydrogen, European Green Hydrogen Accelerator Center keretein belül végzi, de gyakorlatilag a European Battery Alliance révén az európai akkumulátoriparnak is az innovációs fejlesztésén dolgozik, illetve a megújulók tekintetében a European Solar Initiative szakmai vezetése is jelen pillanatban az Inno Energy-nél van. Tehát egy számos olyan programmal rendelkezünk, amelyek európai szinten az iparágaknak a fejlesztését, végső soron pedig ugye Európai Uniónak a Európán kívüli energiahordozóktól, nyersanyagoktól való függőségét igyekszik csökkenteni. Ezt egyébként nem most találtuk ki, nem az elmúlt két hónapban, hanem ezt 10 éve vagy 12 éve ezt végzi az Inno Energy. Egy pár szót a szervezetről. Ugyanis alapvetően olyan keretszámok vannak itt a célkitűzésben, és azt gondolom, hogy ez ugyanúgy egy ambíciója lehet a magyarországi vállalkozásoknak, hogy ők képesek legyenek egyébként egy 100 milliárd eurós piacon jelen lenni, és egy 100 milliárd eurós piacra beszállítani technológiát, vagy éppenséggel magát a hidrogént. Azt szoktam mondani, hogy a sarki péken kívül Magyarországon a helyi piacra más ne fejleszten terméket. Ez itt különösen igaz. Hidrogéniparban akkor fogunk tudni olyan szintű innovációt alkotni, ami egyébként megállja a helyét Európában, minimum Európában, hogyha helyből az európai piacokban gondolkozunk. A helyi
piacok helyett, ugye európai piacokban gondolkozva, a kulcs az egésznek az ipari értékláncokba való bekapcsolódás. Tehát azok a kapcsolatok, amiket egyébként akár az említett joint initiatíven keresztül, a Green Hydrogen Partnership-en keresztül létre tudnak hozni a magyarországi szereplők, ezeket a ipari kapcsolatokat egy értékláncba szervezve egyébként az InnoEnergy oldalán is nagyon jól lehet használni, illetve hasznosítani. Látni fogjuk majd egyébként, hogy milyen módon. De nagyon fontos, hogy ezek az ipari értékláncok, ezek valóban a szállítóvevő kapcsolaton alapuljanak, mert akkor tud tulajdonképpen a piaci hatás, a piac érdeke érvényesülni egy-egy fejlesztés esetében, és hogyha ez érvényesül, ugye akkor fogja tudni a fejlesztést betölteni nem csak a kutatási vagy fejlesztési szerepét, hanem az innovációs és egyébként értékteremtő szerepét is. Magyarul akkor fognak fizetni a termékért, hogyha egyébként az a vevők igényei vagy a piac igényei szerint tud elkészülni. Kifejezetten fontos, hogy ugye a megújuló energiák, ezek integrálva legyenek ezekbe az értékláncokba, hiszen ugye a hidrogén az egyik olyan energiahordozó, amelyik a lehető legrövidebb lépcsővel képes a megújuló energiát tárolással, szállítással eljuttatni a megfelelő felhasználókhoz. Az is látható, hogy Európában elsődlegesen a nehézipar vagy az ipar dekarbonizációja, a nagy tömegű áruszállításnak a dekarbonizációja az, amire a hidrogén mint üzemanyagot vagy energiahordozót lehet használni. És hát jellemzően ez ilyen jellegű projektek vannak a fókuszban. És amit az InnoEnergy kitűzött magának, hogy jellemzően nagy méretű projekteknek a finanszírozását, nagy méretű értékláncoknak a finanszírozását, példaértékű ipari értékláncoknak a finanszírozását tűzte ki célul, olyan projekteket, amelyeknek nem csak a technológiáját, sokkal inkább az üzleti modelljét, az értékláncoknak az együttműködését lehet ismételni. Tehát messze nem arról van szó, hogy itt, amikor ismétlünk egy üzleti modellt, vagy valamilyen Európai Uniós támogatást valószínűsítünk, itt arról van szó, hogy akár az EU-s támogatások, de még inkább ugye a különböző privát forrásoknak a kombinációjával, befektetéseknek a kombinációjával tudunk elérni finanszírozásokat, finanszírozási modelleket egyes projektekhez. Hogyha egy picit tovább lépünk, akkor láthatjuk azt, hogy kifejezetten jelentős szerepe van azoknak a szereplőknek, akik egyébként egy-egy projektet nem csak hogy meg tudnak valósítani, de valami módon tudják segíteni ezeknek a piaci bevezetését, és fontos az, hogy itt a projektek legvégén eurók vagy dollárok kell, hogy megjelenjenek, árbevételek és működő vállalkozások, működő beszállítói láncok. Gyakorlatilag ugye az EIT InnoEnergy saját forrása az részben még Horizon Europe forrásból, részben még már a saját befektetéseinek a megtérüléséből várható, de ez minden esetben kombinálva lesz valamilyen befektetőnek a pénzével, legyen ez public, vagy éppen private, tehát magán vagy közfinanszírozású befektetőknek a pénzével, és ezek ugye visszatérítendő források. Tehát ezeket így kell mind elképzelni. Ugyanígy mintaként vagy
vagy éppenséggel referenciaként, technológiai szállítóként megjelenhetnek ezen a platformon olyan projektek, amelyek egyébként korábban már valamilyen sikert elértek, és ezeknek a sikerére lehet és kell is építeni. És természetesen ugye a European Green Hydrogen Accelerator tagoknak a projektjei azok, amelyek végül is ugye ebből ki fognak nőni, illetve piacon megvalósulni fognak tudni. Jó, tehát mindenképpen fontos azt kiemelni, hogy nagy ható erejű, vagy nagy méretű projektekről beszélünk, olyanokról, amelyeknek szignifikáns hatása tud lenni az európai gazdaságra. És ezt most én azt gondolom, hogy nem feltétlenül kell egy magyar KKV-nak egyből azt kitalálnia, hogy ő hogy fog nagy mértékű projektet létrehozni. Hogyha van valakinek egy olyan gondolata, ötlete, ami egyébként üzleti modellel is társul, keresse meg minket, azért van az InnoEnergy-nek magyarországi irodája, hogy mi segítsük az ilyen cégeket, hogy eljussanak olyan partnerekhez, be tudjanak kerülni olyan értékláncokba, amelyekkel végül sikere tudják vinni az elképzeléseiket, és itt az értékláncokban én a nemzetközi partnereket értem, tehát mi közvetlenül el tudunk jutni több száz olyan céghez, vállalkozáshoz, aki vélhetően örömmel vesz részt az üzletileg is fenntartható projekteknek a megvalósításában. Összességében ez az a keretrendszer, amit a European Green Hydrogen Accelerator nyújt ahhoz, hogy végülis egy alacsonyabb kockázattal és kicsit gyorsabban, mintha egyébként ez nem lenne, tudjanak az iparfejlesztési tervek megvalósulni. Hogyha egy projektnek a részleteit nézzük, és itt most egy kicsit belemegyünk a praktikus gyakorlati dolgokba, első ránézésre semmi furcsa nincsen benne. Mindenki ezt szokta kérni. Én azért azt szoktam mondani, hogy mielőtt valaki ezeket elkezdi összeírni, nem árt, hogyha konzultál velünk, és belemegyünk a részletekbe. Nagyon sok tekintetben, amit eddig én láttam, és nem feltétlenül a hidrogén, más területen is, a hazai pályázók sokszor egyes kérdéseket elnagyolnak, sokszor nem elég konkrétak, nem tartalmaz elég pontos vagy jó körüljárt számadatot. Tehát minden, amit egyébként egy ilyen dokumentumban, jelentkezésben leírunk, az egy tömörített változata kell legyen mindannak a piacról és a környezetről, gazdasági környezetről szerzett tudásnak, amivel egyébként rendelkeztünk. Tehát én azt szoktam mondani, azért 4-5-10-szer többet kell tudnunk magáról a saját üzletünkről, mint amennyi egyébként belefér egy ilyen jelentkezésbe. És itt egyébként a társadalmi hatásokkal, a környezetvédelmi hatásokkal is számolnunk kell ezeknek a kezelésére, nekünk mechanizmusokat kell tudnunk működtetni, hogyan fogunk tudni egy civil szervezetnek a tiltakozására reagálni, hogyan fogjuk ezeket kivizsgálni, hogyha ilyen jellegű problémák vannak. Tehát ezért olyan tételek jönnek elő egy európai szintű projektnél, ami egyébként megkülönbözteti Európát. Tehát azt több hírből is lehet olvasni, hogy Amerika és Kína is Európát tekinti benchmarknak a zöld energiákkal kapcsolatos fejlesztések tekintetében. Hát ezért, vagy ezekért, és természetesen ugye akkor lesz egy projekt eléggé kiváló, hogyha ezekre a tételekre is kiváló választ tud adni. És nem utolsó sorban, természetesen ugye a társadalmi vagy a környezeti fenntarthatóság mellett az üzleti fenntarthatóságra is gondolni kell, tehát konkrét ajánlatot kell tudni tenni a befektetők felé, hogy milyen IRR-rel, milyen megtérüléssel kecsegtett ez a projekt egy adott időszak alatt. Hogyha belemegyünk a projektbe, egy picikét és csak egy pár dolgot magyarázva a gyakorlati oldalon,
Nagyon fontos az, hogy a fejlesztést el tudjuk helyezni az értékláncban. Meg kell tudni mondani, hogy kik vannak előttünk, kik vannak utánunk, és akik utánunk vannak, egészen a felhasználóig, ott mindegyik szereplő számára, most a szereplő csoportokat kell itt érteni, kell, hogy legyen értékajánlatunk, hogy miért fontos neki az, hogy egyébként tőlünk vásároljon valamit, mert egyébként, ha nincsen értékajánlatunk, akkor ez az értéklánc ez megszakad, vagy megszakadhat, és akkor nem fogunk tudni piacra vinni. Hogyha nagyon jól körüljártuk azt, hogy mi a termékünk, oké, tegyük fel, hogy ezt el tudjuk dönteni, azért nem mindig a fizikai termék lesz az, amit mi szállítunk, sokszor az lesz a termék, hogyha valamit szolgáltatunk, egy infrastruktúrát szolgáltatunk, vagy ezzel kapcsolatban valamilyen szolgáltatást végzünk. Tehát nagyon fontos azt végig gondolni, hogy hogyan fogunk mi pénzhez jutni, mit fogunk mi tekintetben értékesíteni. És egyébként ezeknek a termékeknek vagy szolgáltatásoknak mik azok a mérőszámai, amik valamilyen fizikai mérőszámok, itt megspórolhatunk kilotonnában széndioxidot, vagy gigawattórányi teljesítményt fogunk tudni produkálni egy égővel, vagy bármi. Tehát bármi lehet, csak ezeket próbáljuk meg számszerűsíteni. És nagyon fontos, hogy ementén rendelkezzünk egy konkrét tervvel, hogy milyen mérföldköveken keresztül fogunk tudni eljutni a piacra lépésig, ha még nem vagyunk ott. A következő ábra az egy rendkívül fontos dolog lesz. Minden projekt tulajdonosnak az InnoEnergy-hez való jelentkezéskor végig kell tudnia gondolni, hogy ő az itt látható szempontok szerint milyen fejlettségben látja jelenleg a projektjét, és ez a fejlettség, ez ezen az ábrán, egy ilyen pókháló diagramon tekintve, ez milyen ábrát rajzol ki. Lesz, amiben nagyon jól állunk, lesz, amiben pedig kevésbé. Ebben az értékelésben megint csak érdemes a hazai irodának a segítségét kikérni. Sokszor túl szoktunk értékelni bizonyos képességeket vagy készségeket, amit pedig nem szabad. Viszont nagyon fontos az, hogy az InnoEnergy és a European Green Hydrogen Accelerator nem csupán pénzt ad. Tehát aki csak a pénzért jön, annak nem mi vagyunk a megfelelő partner. Aki viszont a felsorolt tételek közül 1, 2, 3-ban, 4-ben komoly gazdasági segítséget kér, tehát akár az InnoEnergy üzletfejlesztő kollégái szerte Európában, tehát kell, hogy segítsenek üzletet fejleszteni egy piacra való belépésnél a jogszabályi vagy a szabványosítási környezetnek a megértésében, vagy egyébként adott esetben ennek a létrehozásában kell segítség. Most két példát mondtam, lehet még ezer másik is, akkor ezek érthető dolgok, és az InnoEnergy meg fogja találni a hálózatában, a kapcsolatai között azokat a szereplőket, akikkel együtt ezek a segítségek, ezek valós segítségét, tehát valós tetteké tudnak formálódni. Tehát ezt a jelentkezőknek ki kell tudni fejteni. Én ennyit gondoltam röviden mondani, és egy pár percet szánunk még a kérdésekre, hogyha valakinek van kérdése. Az elérhetőségeimet azt itt látjátok, tehát föl tudjátok írni, tudtok keresni. Nyilván ennél bővebb részletekkel is tudunk szolgálni. Nagyon szépen köszönjük, Ákos. Közben szerettem volna itt a gondolkodási időt felhasználni arra, hogy megköszönjem az előadásodat, és akkor tényleg várjuk továbbra is a kérdéseket, akár a chatablakban, akár szóban. Hogyha egyelőre nincsen kérdés, akkor tényleg szeretnénk felajánlani azt a lehetőséget, hogy ugye, hogy Ákos utolsó diáján látszik az elérhetősége, nyugodtan keressétek ott, vagy akár rajtunk keresztül is.
És akkor szerintem haladnánk is tovább az előadásokkal. Most pedig Boldi Zsád úrát szeretném felkérni, az Express Innovation Agency munkatársát, hogy tartsa meg előadását. Ő most a konkrét kezdeményezésektől kicsit eltávolodva az EU szakpolitikai háttér bemutatásával fogja folytatni a mai programot. És akkor Dóri, ha meg tudod osztani az előadást, látni már látunk. Úgyhogy akkor majd visszajelzek, hogy... Jó, köszi szépen, Orsi. Közben megpróbálkozom az előadásom megosztásával, és remélem, hogy így látható. Ja, vagy nem, bocsánat. Még nem, oké. Most jó lesz, szerintem. Igen, tökéletes. Szuper, oké. Köszi szépen, Orsi. Igen, ahogy Kütel Orsi kolléganő már említette, Boldi Zsád Dóra vagyok az Express Innovation Agency nemzetközi szakértője, és röviden a Tiszta Hidrogén Partnerséggel kapcsolatos, vagyis az ez mögött álló uniós szakpolitikai hátteret szeretném bemutatni. Hát talán az első és legfontosabb az Európai Zöld Megállapodás mindközül, amit az Európai Bizottság 2019. december 11-én fogadott el. A fő célkitűzése az az, hogy 2030-ig az Európai Unióban legalább 55%-kal csökkenjen az üvegházhatású gázkibocsátás, legalábbis ez az 1990-es szinthez képest. Ezt támogatandó a megállapodás másik célkitűzése, hogy az európai ipart kellőképpen felkészítse a klímasemlegességre. Valójában mind a két problémát támogatni képes a hidrogén technológia. Mindkét probléma megoldásában fontos szerepet játszik, mivel hogy a hidrogénnek számos felhasználási és alkalmazási területe van. Felhasználat ugyebár nyersanyagként, tüzelőanyagként, energiahordozóként, energiatárolóként, a gazdaság különböző szektoraiban, az iparban, a közlekedésben, az energetikában, illetve az épületek terén is, ezáltal támogatva az Európai Zöld Megállapodás célkitűzéseit. Az Európai Zöld Megállapodás részeként, nyomonkövetési folyamataként 2020. júliusában a bizottság két stratégiát is elfogadott. Az egyik az energiarendszer integrációjáról szóló stratégia, a másik pedig a hidrogén stratégia. A két stratégiának az együttes célja, hogy felgyorsítsák az átmenetet egy tisztább és integráltabb energiarendszer felé. Az energiarendszer integráció stratégia valójában a teljes energiarendszer tervezésével és működtetésével foglalkozik több energiahordozón, infrastruktúrán, illetve szektoron keresztül. A stratégia 38 darab intézkedést fogalmaz meg, és ezek között vannak olyanok, amik kifejezetten a hidrogént célozzák. Például ilyen a megújuló és alacsony széndioxid kibocsátású tüzelőanyagok támogatása, közöttük a hidrogéné is, főleg a nehezen dekarbonizálható ágazatokban. Akkor a következő, ahogy már említettem, a hidrogén stratégia. 2020. július 8-án fogadta el az Európai Bizottság elsősorban az ipari stratégiára és az európai gazdasági élénkítési tervre alapozva. A hidrogén stratégia fő célkitűzése a megújuló és alacsony széndioxid kibocsátású hidrogén kínálat és hidrogén kereslet növelése, tehát valójában a hidrogén felhasználásának az előmozdítása az Európai Unióban. Ezen kívül a hidrogén felhasználását tűzi ki célul, főként az ipari folyamatokra és a közlekedésre vonatkozóan. Közlekedés alatt most jelenleg főként a közúti, nehéz személygépjárműves közlekedést értjük, de egyébként ugyanúgy szó esik a légi, a tengeri, illetve a vasúti közlekedésről is. Fontos megemlítenünk, illetve különbséget tennünk a hidrogéntermelés különböző módjai között, és azok hatásai között, azok környezetre gyakorolt hatásai között, ugyanis a hidrogén stratégia célul tűzi ki hosszú távon kizárólag a zöld hidrogéntermelését.
Azonban ez mellett elfogadja rövid és középtávon a kék típusú hidrogéntermelést is, ami ugyanúgy alacsony széndioxid kibocsátású hidrogéntermelés, és talán jó átmenetet biztosíthat majd a későbbiekben a zöld hidrogéntermelés felé, de kezdeti lépésként hozzájárul az Európai Unióban a hidrogéntechnológia elterjesztéséhez, népszerűsítéséhez. Jelenleg azonban még nem tartunk itt, ugyanis főleg fosszilis alapokon működik manapság a hidrogéntermelés folyamata, ez pedig a barna, ez valójában a barna, illetve más néven fekete hidrogéntermelési folyamatoknak felel meg. Tehát valójában a hidrogénstratégia fő célja, hogy 2030-ig, illetve hosszú távon 2050-ig a barna hidrogéntermeléstől eljussunk a zöld hidrogéntermelés folyamatáig. Ennek érdekében a hidrogénstratégiai 2050-ig tartó ütemtervet vázol fel, három fő időintervallumra bontva a célkitűzéseket. Az első, hogy 2024-ig kitűzi célul legalább 6 gigawatt megújuló hidrogén elektrolizátor telepítését az Európai Unióban, és ez mellett legalább 1 millió tonna megújuló hidrogén termelését. Következő időszak 2025 és 2030 között előírja a stratégia, hogy innentől kezdve már a hidrogén fontos részét kell, hogy képezze az integrált energiarendszernek, legalább 40 gigawatt megújuló hidrogén elektrolizátor telepítése a célkitűzés innentől kezdve az Európai Unióban, illetve legalább 10 millió tonna megújuló hidrogén termelése. 2030-tól pedig már célkitűzés a megújuló hidrogén magasabb szintű elterjesztett használata, főként a nehezen dekarbonizálható szektorokban. Jó, akkor a következő csomag az a Fit for 55 klímacsomag, vagyis az Európai Bizottság szakpolitikai javaslatcsomaga. Hát egyrészt uniós jogszabályok felülvizsgálatából és aktualizálásából áll, de ugyanúgy új kezdeményezéseket is megfogalmaz. Tehát valójában ennek a Fit for 55 csomagnak a fő célja, hogy az uniós szakpolitikák harmonizációra kerüljenek, és hogy összhangban legyenek az Európai Unió éghajlatpolitikai törekvéseivel. Hát a legfőbb területei a javaslatcsomagnak, ahogy az ábrán is látható, a legfőbb intézkedési területek, amire fókuszál a megújuló energia, az energiahatékonyság, az alternatív üzemanyag infrastruktúra, az energiaadók, a karbonvámok, akkor a kibocsátás kereskedelmi rendszer, valamint a széndioxid elnyelés, valamint az igazságos átmenet finanszírozása, ebben az esetben a szociális klímaalap által. Majd kicsit részletesebben is kitérek ezekre a területekre, annak függvényében, hogy a hidrogén ezeken a területeken miként jelenik meg. És akkor, ahogy már említettem, egyrészt felülvizsgált irányelveket is tartalmaz a klímacsomag, másrészt pedig ugye új kezdeményezéseket is. Ami a felülvizsgált irányelveket érinti, ott elsősorban említést kell tennünk a megújuló energia irányelv felülvizsgálatáról. Itt valójában az Európai Bizottság azt tűzte ki célul, hogy 2030-ig a teljes energiarendszer legalább 40%-a megújuló energiaforrásokból kell, hogy származzon, valamint ezt a hidrogénre is, a hidrogéntechnológiára is ki kell terjeszteni. A következő az energiahatékonyság irányelv felülvizsgálata. Valójában itt az Európai Bizottság az uniós szintű energiahatékonysági célt 36%-ban állapítja meg a végső energiafogyasztás tekintetében, és 39%-ban pedig a primer energiafogyasztás tekintetében. A következő az alternatív üzemanyag infrastruktúra. Itt felülvizsgálatra került ebben a témában az alternatív üzemanyag infrastruktúráról szóló rendelet. Ennek a fő célja, hogy az Európai Uniós járműflotta egyre nagyobb, egyre növekvő számban tartalmazzon hidrogén, illetve elektromos meghajtású járműveket. Valamint ezt szeretnék kiterjeszteni a közúti közlekedés mellett a légi és a tengeri közlekedésre is.
A dokumentumnak másik jelentős célkitűzése pedig a töltési infrastruktúrának a fejlesztése. 2030-ig az Európai Uniónak a célja, hogy a legfontosabb úthálózatokon és minden városi csomóponton 150 kilométerenként legalább telepítésre kerüljön egy hidrogéntöltőállomás. Igen, elsősorban a könnyű és nehéz gépjárművek részére fontos ezt minél előbb biztosítani. Következő az energiaadók átalakítása Európában. Itt valójában a bizottság azt tűzi ki célul, hogy kedvezményes adókat vezessenek be az alacsony széndioxid kibocsátású hidrogén használatára. Az utolsó pedig ebben a kategóriában a karbonvám, vagyis az importáruk karbonintenzitását ellensúlyozó mechanizmus. Erre most külön nem térek ki, hanem inkább a hidrogén szempontjából releváns intézkedésekkel folytatnám. A következő kategória az új intézkedések kategóriája. Hát elsősorban az Európai Bizottság ezáltal szigorúbb széndioxid normákat vezetett be a személygépkocsikra és a kis teherautókra vonatkozóan. Azt a célt tűzte ki, hogy 2035-től kezdve már nem lehet az Európai Unió piacán forgalomba hozni belső égésű motorral felszerelt személygépkocsikat és könnyű haszongépjárműveket. Akkor a Refuel EU légiközlekedési javaslat azt a célt szolgálja, hogy minél nagyobb mértékben terjedjen el az Európai Unió szintjén a fenntartható repülőgépüzemanyagoknak a használata. Itt most főleg elektromos áramra, illetve folyékony hidrogénre gondolunk. Tehát a repülőgépüzemanyagok karbonmentesítése mellett ugyanígy a hajók kibocsátás csökkentése is fontos cél. Ezt a Fuel EU tengerészeti javaslatban fogalmazta meg a bizottság. Itt a fő célkitűzés, hogy 2050-ig legalább 75%-kal szükséges majd csökkenteni a hajóknak a szén-dioxid kibocsátását. És ugyanúgy támogatandó a fenntartható hajózási üzemanyagok, elsősorban a hidrogén, illetve más hidrogén alapú üzemanyagok, mint amilyen a metanol és az ammónia. Akkor nagyon fontos része még a Fit for 55 csomagnak az Európai Unió kibocsátás kereskedelmi rendszerének a szigorítása. Hát ezen belül azt tűzte ki az Unió célul, hogy 2005-höz képest 2030-ra az Európai Uniónak a kibocsátása 61%-kal csökkenjen. Illetve ugye fontosnak tartja még a kibocsátás kereskedelmi rendszer szigorításán belül azt, hogy a kibocsátási egységeknek az ingyenes kiosztása az fokozatosan kivezetésre kerüljön. Ez mellett egy külön kibocsátás kereskedelmi rendszert tervez majd létrehozni az épületekre és a közúti közlekedésre vonatkozóan, valamint a már meglévő rendszerbe pedig a hidrogént is szeretné a jövőben integrálni. A következő a földhasználat és erdőgazdálkodás témaköre. Itt valójában a szén-dioxid elnyelésről van szó, és az Európai Bizottság célul tűzte ki, hogy 2030-ig legalább 310 millió tonna szén-dioxid kerüljön elnyelésre az Európai Unióban. Ez a kötelező kvóta, ez pedig a tagállamok között lesz majd arányosan kiosztva. Az utolsó pont pedig az új intézkedések közül a szociális klíma alap létrehozása. Ez egy 72,2 milliárd eurós alap a 2025-ös és 32-es, és hát a 25-ös 32 közötti időszakra előirányozva. Ezt főleg arra a célra szánják, hogy mivel létrejön majd egy külön kibocsátáskereskedelmi rendszer az épületekre és a közúti közlekedésre vonatkozóan, az ebből származó egyenlőtlen hatásokat kívánják majd kezelni ebből a klíma alapból. Jó, akkor a következő pont ugyanúgy még a Fit for 55 klímacsomag részeként. 2021. december 15-én kiegészült a klímacsomag az új hidrogén és gázpiaci dekarbonizációs csomaggal. Ugye ennek a fő célja elsősorban az európai gázhálózatoknak a széndioxidmentesítése. Igen, és ezzel egyidejűleg pedig a megújuló energiaforrások piacra lépésének a megkönnyítése. Itt most megint csak főleg a hidrogénre és a biometánra kell gondolni.
az Európai Bizottságnak fontos célkitűzése még egy egységes, széleskörű hidrogénpiac kialakítása az Európai Unióban, ehhez pedig ugye elengedhetetlen a megfelelő infrastruktúra fejlesztés, illetve a megfelelő befektetési környezet megteremtése. Mindezt egy új irányítási struktúrán belül képzeli el a bizottság, a hidrogénhálózat üzemeltetők európai hálózata, vagyis az ENNOH fogja ezt felügyelni és működtetni. Az utolsó pont pedig, amit még fontosnak találtam megemlíteni a hidrogénnel kapcsolatos uniós szakpolitikák kapcsán, az az Európai Uniónak a taxonómia rendelete. A taxonómia rendelet az a korábbi csomagoktól függetlenül jött létre, 2020. június 22-én fogadta el a bizottság, valójában az uniós fenntartható finanszírozási csomag részeként. A csomagnak az a fő célja, hogy segítse a befektetőket megtalálni a megfelelő fenntartható befektetési lehetőségeket. Ennek érdekében valójában felsorolja, kategorizálja a fenntarthatónak számító tevékenységeket az Európai Unión belül. Ezeket a tevékenységeket pedig hat célkitűzés köré csoportosítja. Ez a hat célkitűzés pedig a klímaváltozás mérséklése, a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás, vizeink fenntartható használata és védelme, a körforgásos gazdaság felé való átmenet, hulladékmegelőzés és újrahasznosítás, szennyezésmegelőzés, valamint az egészséges ökoszisztémáink védelme. Tehát ez az Európai Unió taxonómia rendeletének a hat fő célkitűzése, és akkor ezeken belül pedig a fenntartható tevékenységek, befektetési lehetőségek kerülnek felsorolásra. A taxonómia rendelet a hidrogénre vonatkozóan is határoz meg kritériumokat és küszöbértékeket, például meghatározza a hidrogéntermelés üvegházhatású gázkibocsátásának a küszöbértékét, a zöld hidrogént részesíti előtérben, ugyanúgy, ahogy a többi uniós javaslat is, de ezen túlmenően fenntartható tevékenységnek fogadja el a kék hidrogéntermelés tevékenységét is. Ezen kívül meghatározza a megújuló energiatermelés fenntarthatósági küszöbértékét is, valamint a hidrogén alapú tüzelőanyagok előállítását, mint amilyen az ammónia, szintén támogatható tevékenységként állapítja meg. Én nagyjából ennyit szerettem volna önöknek dióhéjban elmondani az uniós szakpolitikákról, úgyhogy nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és hogyha bármilyen kérdésük lenne akár most, akár a közeljövőben, akkor a dián megjelölt elérhetőségeken megtalálnak. Úgyhogy köszönöm szépen még egyszer. Köszönjük szépen, Dóri, és még nem menje, mert van is egy kérdés, nem tudom, látod el a chat ablakban. A hajós vonatkozású új intézkedés, ugye, hogy 2050-ig 75%-kal csökkenteni kell a kibocsátást. Esetleg meg tudod mondani, hogy ez csak a tengeri hajókra, vagy egyéb belvízi hajókra is vonatkozik? Egy pillanat, már is megpróbálok az is a kérdésre. Igen. Tehát az a kérdés, hogy csak a tengeri, vagy a belvízi hajókra is vonatkozik? Így van. Hát mivel ugye ez tengerészeti javaslat, azért én első körben azt válaszolnám, hogy ez a tengeri hajókra vonatkozik, de mindenképpen e-mailben még szívesen válaszolnék, kicsit részletesebben és teljes körülben is majd amennyiben, hogyha megkeresnek majd a lenti e-mail címen. Köszönjük szépen, köszönjük a kérdést is Horváth Bálintnak, illetve Dóri a rendkívül jó előadásodat, és ezt a választ a kérdésre. Akkor egyelőre, mivel nem látok további kérdéseket, se kezeket emelkedni, ezért akkor tovább is haladhatunk a programmal. Ugye az EU szakpolitikai háttér bemutatása után most szeretnénk átváltani a hazai szakpolitikai háttérre, és ehhez szeretném felkérni Horváth Viktort, a stratégiai tervezési és programozási főosztály vezetőjét az Innovációs és Technológiai Minisztériumban, hogy tartsa meg az előadását. Nagyon szépen köszönöm a szót, és köszönöm a segítséget is a vetítésnél. Nagy tisztelettel köszöntök én is mindenkit, engedjék meg, hogy röviden bemutatkozzak. Horváth Viktor vagyok, az Innovációs és Technológiai Minisztériumban a körforgásos gazdaságfejlesztésért, energia- és klímapolitikáért felelős államtitkárságon vagyok annak a hosszú nevű főosztálynak a vezetője, amit az Orsi is említett. Alapvetően a hidrogénpolitikának a szakpolitikai részért felelek egyebek mellett.
kérlek, menjünk a következő szlájdra. Én röviden dióhéjban megpróbálnám bemutatni a magyar hidrogén szakpolitikai stratégiai keretet, főleg azokra a témateretekre összpontosítva, ami a pályázat szempontjából is releváns. Ezek szerencsére átfednek amúgy a magyar kormányzati törekvésekkel. Ez az első dia, ez gyakorlatilag számokba mutatja be, hogy honnan, hová szeretnénk eljutni 2020 és 2050 között. Mindegyik évnél a baloldali oszlopdiagram az a termelést, tehát a hidrogéntermelést, az előállítási oldalt mutatja, míg a jobb oldali pedig a felhasználását. Bal oldalról látjuk, hogy a szürke hidrogén az, ami a mai, mostani termelés dominálja. Ezt szeretnénk 2030-ig egyelőre kisebb mértékben, de 2050-ig szinte teljes egészében kizöldíteni, tehát megújuló alapú hidrogén előállításra átállni. Itt ez a grafikon még jelez egy kék hidrogénes közbevetett ideiglenes átmeneti szakaszt. Ezen mi most gondolkozunk, különböző számításokat végzünk, hogy a megváltozott piaci helyzetben a kék hidrogén előállítása az mennyire fenntartható pénzügyi szempontból. Ha a felhasználási oldalt nézzük, akkor ott azt látjuk, hogy jelenleg szinte kizárólag ipari célú felhasználásra történik a hidrogénnek, és azon belül is a vegyipar és a petrokémiai ipar az, amelyik domináns szerepet visz. Ebben olyan típusú átalakítást szeretnénk végrehajtani, átrendeződést, hogy egyre nagyobb szerepet és a későbbiekben kvázi domináns szerepet szeretnénk adni a közlekedésnek, tehát a mobilitási célú felhasználásnak. Az ipari felhasználáson belül sokkal több ipari szegmenset is be szeretnénk csatornázni a vegyipar és a petrokémiai ipar mellé, így például az acélgyártást, vagy az itt fel nem tüntetett cement és üveggyártást, illetve emellett különböző olyan területeken is fel szeretnénk használni, valószínűleg volumenében még kisebb mértékben, így például adott esetben a bekeverésben, földgáz hálózati bekeverésben, és ezen keresztül végső soron a lakossági felhasználásban, illetve más egyéb villamos energetikai célú tárolási funkció ellátására szeretnénk majd a hidrogént felhasználni, amelynek a mértéke jelenleg még bizonytalan. Ez a különböző piaci folyamatoknak a függvénye lesz. Kérlek, hogy menjünk tovább a következő diára. Ez a magyar hidrogénstratégiának mutatja a vázát. Mielőtt megijednénk, én csak néhány elemét szeretnék ebből kiemelni. Ugye a hidrogén előállításáról már beszéltem, ez a baloldali első pillér, amelyik arról szól, hogy a jelenlegi szürkéből gyakorlatilag zöldíteni szeretnénk a hidrogén előállítást. A másik fontos célkitűzést ugyancsak említettem, ez az ipari felhasználásnak a dekarbonizálása, különböző ipari szegmensekben, egyre kibővülő szegmensekben. A közlekedés zöldítéséről a következő dián szeretnék majd egy kicsit részletesebben szólni, úgyhogy ezt majd ott szeretném kifejteni. Amiben itt most egy kicsit többet szólnék, az a negyedik pillér, ez a támogató villamosenergia és földgáz infrastruktúra. Itt alapvetően a villamosenergia rendszeren belül kiegyenlítő funkciót szeretnénk a hidrogénnek szánni. Tehát akkor, amikor viszonylag magasan megül áramtermelés, és ehhez képest alacsonyabb az elektromos áram iránti igény, ebben az időszakban szeretnénk majd hidrogént előállítani egyebek mellett, és a hidrogént egyéb célra felhasználni a későbbiekben. A másik a földgázrendszeren belül pedig erre több pilot projekt is fut jelenleg. Azt vizsgáljuk, hogy mennyire tudjuk szállítás, illetve tárolási célból használni a meglévő földgáz infrastruktúra adottságainkat. Ami ugyancsak fontos számunkra, az a kutatásfejlesztési pillére a stratégiának, és ez is az, ami erősíti a jelenlegi pályázatot, ami a rendezvény alapjához szolgál. Elég komoly kutatásfejlesztési forrásokat szeretnénk majd mi is a hidrogén célokra rendelkezésre bocsátani a következő években, annak érdekében, hogy minél több magyar cég és minél több magyar egyéb szervezet is részt tudjon venni a hidrogén ökoszisztémának a felépítésében. És itt kérném, hogyha lehet, akkor menjünk tovább a következő diára, ami a közlekedési célú felhasználást pontja ki. Ahogy elhangzott a Dóra részéről is, az Európai Uniós szinten is a közlekedési célú felhasználást, azt a tehergépjármű forgalomra szeretnék összpontosítani. Emellett még természetesen a hajózásra is, de az Magyarország szempontjából annyira nem releváns, mint a
a tehergépjármű forgalom. Mi is a hidrogén stratégiában a tehergépjármű forgalmat kifejezetten fontos célterületként kezeljük. A másik ilyen terület a közlekedésen belül a busz közlekedés, közösségi közlekedésen belül a busz, illetve pilot programot szeretnénk indítani a terveink szerint a vasúti közlekedésben a hidrogén felhasználására is, azokon a vasúti szakaszokon, amelyek nincsenek elektrifikálva, vagy eddig nem történt meg az elektrifikációjuk. Lehet látni ezen a táblán, hogy 2030-ra mintegy a 4800 gépjárművel, hidrogén meghajtású gépjárművel számolunk. Az ennek az ellátását biztosító töltőállomás hálózatot is viszonylag gyorsan ki szeretnénk építeni az elkövetkező 10 évben. Legalább egy olyan 20-25 darabszámot szeretnénk elérni, lefedve az ország teljes területét. Szeretném kérni a következő diát, ahol a hidrogénvölgyekről említenénk néhány szót. Két hidrogénvölgyben gondolkozunk ennek a létrehozatalában. Az egyik az észak-keleti hidrogénvölgy. Ez jellemzően az itteni már megtelepült vegyipari felhasználásra összpontosítana, természetesen az előállítási oldal mellett, illetve bevonná még ebbe az átalakult mátrai erőművet is, ahol egyre inkább szeretnénk majd hidrogént előállítani. A másik, a Dunántúli hidrogénvölgy, az egy decentralizáltabb megoldás lenne, elnézést, ahol a közlekedési célú felhasználás kapna nagyobb hangsúlyt. Természetesen itt is megjelenének a különböző ipari felhasználások, a cementipar is, de a domináns hangsúlyt azt a közlekedés jelenti majd. Illetve itt is különböző előállítási formákra, például a paksi, meg egyéb decentralizált előállítási formákra szeretnék majd támaszkodni. A következő diára át tudnánk menni, amelyik az ipari fejlesztést helyezi a középpontjába. Ugye most egy új gazdasági ágat, egy hidrogén gazdaságot kell felépítenünk az elkövetkező években. A szándékunk az az, hogy itt ne kizárólag importált technológiát, és ne kizárólag külső szerepünk által létrehozott technológiát alkalmazunk Magyarországon, hanem minél gyorsabban, minél több magyar vállalatot szeretnénk, hogy részt tudjon venni a gazdaságnak, a hidrogén gazdaságnak az aktív működtetésében. Magyarán iparfejlesztési, gazdaságfejlesztési cégkifűzésként is kezeljük a hidrogén gazdaság kiépítését. Ennek érdekében az első időszakban, 2030-ig terjedő időszakban alapvetően három olyan ipari területre szeretnénk központosítani, de ez természetesen későbbiekben bővülhet, ahol látjuk, hogy magyar cégeknek nagyobb lehetőségük van. Ez, ahogy említettem, a földgázhálózaton keresztül szállításhoz és tárláshoz kapcsolódó mindenféle ipari és szolgáltatási tevékenység. Tehát magyarán nem csak a csővezetékre gondolunk, hanem mind olyan cégre, akik ennek a karbantartásában, gyártásában és egyéb szolgáltatásaiban részt vesznek. A másik az az elektrolizáló gyártó kapacitások kiépítése. Ugye zöld hidrogénhez jelenleg leginkább elektrolizáláson keresztül vezet az út, hogy ennek a technológiának a magyarországi meghonosítását nem kizárólag importon keresztül szeretnénk elérni, hanem vannak magyar fejlesztési elképzelések is, ezt szeretnénk tovább erősíteni, illetve a különböző villamosenergia alkalmazásoknál is szeretnénk nagy hangsúlyt adni az iparfejlesztésnek. A másik az a hazai tudás export cikkét tétele, tehát az első elem az gyakorlatilag az import csökkentése volt. A második törekvés irányunk az pedig, hogy nem csak hogy csökkentjük az importot, hanem adott esetben magyar technológiát, illetve magyar tudást exportálnánk. Itt kifejezetten nagy hangsúlyt szeretnénk helyezni a komponensfejlesztésre és a közlekedési szektorban a beszállítóvá válás megerősítésére. Itt ugye, ahogy említettem, mind a buszközlekedésben, mind a tehergépjármű forgalomban erőteljes eszközbeszerzésre lesz majd szükség a következő évtizedekben, tehát elég sok ilyen járművet fognak majd értékesíteni, és azt szeretnénk, hogy ebben minél több magyar cég beszállítóként, vagy adott esetben fejlesztőként is részt vegyen. Van több ilyen magyar törekvés, amelyik például hidrogénbuszok kifejlesztésére irányul. Ugyancsak szeretném említeni itt a rendszerintegrációs lehetőségeket, a hidrogénnek az egészére vonatkozó rendszerintegrációját. Erre több magyar céget látunk, már most is kis és közepes méretű céget látunk potenciálisnak, alkalmasnak, hogy ebben részt tudjon venni.
hogy erre irányuló törekvéseket szeretnénk a jövőben támogatni. És akkor szeretném kérni a következő diát. A viszonylag kiterjedt stratégiáról van szó. Ennek a kiterjedt stratégiának a gyakorlati végrehajtása nem ítéltük meg, hogy fontos, hogyha lerak néhány szöveket és néhány úgynevezett irányra vagy beavatkozás irányra összpontosítjuk a figyelmünket az elkövetkező években. 6 ilyen programot azonosítottunk be, ez természetesen az idő változásával változhat. Az egyik ilyen az úgynevezett zöld kamion program, ami ugye a nevében is benne van, ez a teherautóforgalom zöldítésére összpontosítana. A másik az úgynevezett zöld busz programnak a plusz kibővített változata. A zöld busz az ugye túlnyomó részt az elektromos meghajtású, az akkumulátoros alapú elektromos meghajtású buszokra koncentrál, és ezt szeretnénk kiegészíteni hidrogén meghajtással is. Hidrogénvölgyekről beszéltem, az is egy kiemelt megvalósítási irány. A karbonmentes hidrogénállítás, szállítás és energiatárolás, vagy mi csak úgy hívjuk röviden, hogy a hidrogén highway programnak a célja, az egyrészt a zöld hidrogén előállításának a támogatása, másodszorban pedig a hidrogénnek az villamos energia és a földgázhálózaton belüli felhasználása. A kék hidrogén program az még megjelenik itt, és alapvetően addig, amíg nem tudjuk számszakilag megcáfolni ennek a megalapozottságát, addig meg is szeretnénk tartani. Ahogy említettem korábban, különböző számításokat végzünk, hogy az erősen megemelkedett földgázárak mellett ez mennyire pénzügyileg fenntartható az ilyen típusú beavatkozás, de mi még továbbra is számolunk vele. Ez a kék hidrogén, ez ugye szén-dioxid leválasztási technológiák alkalmazását jelenti a szürke hidrogén gyártás mellett. Végül, de nem utolsó sorban, az pedig a hidrogéngazdaság képítését szolgáló kutatásfejlesztési program, amely mind a másik 5 programot átfedi egyfajta horizontális jelleggel. És így szeretnék kitérni arra, hogy a rövidtávú feladataink, tehát az idei évi feladataink és céljaink között szerepel alapvetően 2 típusú tevékenység, ami szerintem most még rövidtávon nem, de középtávon már bízunk benne, hogy az önök munkáját is segíteni fogja. Az egyik, szeretnénk egy gyors indítású jogszabálymódosítási csomagot letenni a kormány asztalára a nyáron. Hallottuk korábban a Dórától, hogy az Európai Bizottság tavaly évvégén gázdekarbonizációs csomag címmel egy kiterjedt hidrogén szabályozásra tett javaslatot. Magyarán mi most azt célozzuk, mindaz a szabályozási terület, amelyik a nemzeti szabályozásban benne van, és nem terjed ki rá a gázdekarbonizációs csomag, ezekben szeretnénk egy olyan módosítást elérni, amelyik a hidrogénberuházások tekintetében megkönnyíti, bizonyos hidrogénberuházások tekintetében megkönnyíti azoknak a megvalósíthatóságát, de most elég szigorú engedélyeztetés és egyéb szabályrendszer vonatkozik a hidrogénnel összefüggő beruházásokra. A másik pedig azt fogjuk megnézni, hogy milyen típusú lehetőséget tudunk adni szabályozási oldalról a hidrogén szélesebb körű és kiszámítható felhasználása érdekében. Ez az egyik csomag, amiben gondolkozunk, a másik az pedig a pénzügyi támogatási konstrukciókat, röviden magyarul pályázatokat szeretnénk indítani ősszel. Itt különböző tématerületekre szeretnénk összpontosítani, de az alaplogikánk az az, hogy ugyanolyan mértékben szeretnénk bővíteni a hidrogén előállítási részt, mint hogy a hidrogén felhasználást, tehát lesznek hidrogén előállítást célzó támogatások, és lesznek a különböző hidrogén felhasználásra irányuló pályázati lehetőségek, mind az ipari célú felhasználásra, mind a közlekedési célú felhasználásra gondolok, mind pedig az egyéb, például pilot jelleggel a villamos energia rendszeren belüli kiegyenítő szolgáltatás, mint egyfajta lehetőségnek felhasználásra irányuló pályázatokban gondolkozunk, ezeket pedig ősszel az idei év során meg szeretnénk hirdetni. Szándékunk az az, hogy egy kiszámítható környezet jöjjön létre mind a beruházók, mind pedig a hidrogén felhasználók szempontjából, és ennek a jogi és pénzügyi keretfeltételeinek az alapjait szeretnénk idén letenni. Én nagyon szépen köszönöm a figyelmüket. Ha bármi kérdés van, én megpróbálok szívesen válaszolni rájuk, és sok sikert kívánok önöknek a pályázatokhoz. Köszönöm. Mi is köszönjük szépen az előadásodat, Viktor. Azt hiszem, hogy ez tovább bővített a rendkívül hasznos információk körét, úgyhogy én is akkor most megkérdezném, hogy bármi kérdés van-e a hazai
stratégiával, szakpolitikai irányvonalakkal kapcsolatban, de a cseten én nem látok egyetlen kérdést sem, és egyelőre a kezeket sem. Úgyhogy akkor köszönjük szépen az előadásodat. Ez is majd ugye akkor elérhető lesz a honlapunkon, illetve hogyha bármilyen információ felmerül, akkor azt akár, vagy kérdés felmerül, bocsánat, akkor az a kapcsolatos információkat később is meg tudjuk küldeni. Úgyhogy akkor köszönöm szépen, és fel is kérném Palotai Zoli kollégámat az Express Innovation Agency-től, hogy akkor most konkrétabban térjünk át arra, hogy a Clean Hydrogen Partnerségnek a 2022-es felhívásaival kapcsolatban mik azok a legfontosabb tudnivalók, amiket szeretnénk megismertetni a hazai pályázókkal. Köszönöm szépen. És látjuk is már az előadást, csak egy gyors visszajelzés. Köszönöm szépen, igen. Én a Horizont Európás pályázati felhívásokról fogok egy kicsit részletesebben beszélni, ugye ahogy arról már korábban is volt szó, 41 pályázat jelent meg március 1-én, ebből 29 darab RIA típusú, 10 darab Innovation Action típusú és 2 darab CSA típusú, és ahogy arról már szintén reggeli előadásban volt szó, 6 darab zászlós hajó projekt is szerepel. Ebből 4 darab szeptemberi beadási és 2 darab májusi beadási határidejű lesz. És akkor egy kicsit a részletekbe is menjünk bele. Itt látható a következő dián a tématerületek. Ugye van 10 darab, ami az előállításhoz kapcsolódik, 11 darab felhívás, tárolás és elosztáshoz kapcsolódik, és 12 felhívás, ami az end-user-okhoz kapcsolódik, ugye ez itt a transport, a heat és a power, és van 8 darab horizontális felhívásunk, így fogunk sorban menni a felhívásokon. Akkor először az előállításról fogok beszélni. Itt van ugye 10 darab felhívás, ebből 7 darab RIA típusú, 3 darab Innovation Action típusú, ugye a RIA az az alapkutatás, és az Innovation Action, ami meg magasabb térrel szintet követel meg, és itt az első két flagship felhívás meg is jelenik. Összesen 77 millió eurót hirdetett meg itt a Tiszta Hidrogén Partnerség, 13 darab projektet terveznek finanszírozni, 6 darab májusi beadással lesz, és 4 darab pedig szeptemberi beadással. Most itt az előadásban a topikokat gyorsan át fogjuk nézni, hogyha valakit valamelyik topik részletesebben konkrétan érdekel, akkor majd kérem, hogy keressen meg az előadás után, ki lesz vetítve az utolsó dián az e-mail címem, és az előadások a hivatal honlapján elérhetőek lesznek. És akkor vágjunk is bele a topikokba. Ugye itt az első, ez a nyomás alatti magas hőmérsékletű gőz elektrolizáló stack-ek fejlesztése és validációjáról szól. Ez egy RIA típusú 2,5 millió eurót fog a CHP adni a egy darab nyertes projektnek, a TRL 4 szintet kell elérni, és ez májusi beadású határidejű. A második, ez nyomás alatti magas hőmérsékletű gőz elektrolizáló stack-ek fejlesztése és validációjáról szól. Szintén RIA típusú 2,5 millió eurót lehet elnyerni, egy projektet fognak támogatni, a TRL 4 szintet kell elérni, és májusi beadási határidejű ez a topik. A harmadik felhívás alacsony hőmérsékleten működő elektrolizáló fejlesztése, majd magas nyomású hidrogén előállítást végez. Ez egy RIA típusú felhívás, 5 millió euróra lehet pályázni, itt 2 darab projektet fognak támogatni, és TRL 6-os szintet kell elérni, szintén májusi beadási határidővel. A negyedik felhívás az elektrolizálók fejlett és méretnövelhető gyártási eljárásainak tervezéséről szól. Ez egy RIA típusú felhívás, 4 millió eurót lehet elnyerni, 2 projektet fognak támogatni, TRL 5 szintet kell elérni, és szeptemberi beadási határidejű. Az ötödik felhívás a stack-ek méretnöveléséről szól, nagyméretű elektrolizáló rendszerekhez. Ez egy RIA típusú felhívás, 6 millió euróra lehet pályázni, egy projektet fognak támogatni, TRL 5 szintet kell elérni, és szeptemberi beadási határidővel jelent meg ez a felhívás. A hatodik topik, szolár termokémiai alapú vízbontás hatásfok növelése, szintén egy RIA típusú felhívás, 4 millió euróra lehet pályázni, egy projektet fognak támogatni,
TRL 6-os szintet kell elérni, és május 31-i beadási határidő tartozik a felhíváshoz. Hetedik felhívásunk, itt megavat léptékű off-grid zöld hidrogén előállító létesítmények közelítése a technikai és pénzügyi érettséghez a felhívás címe. Ez már egy innovation action típusú felhívás, tehát magasabb TRL szintet kell érni, 7-es szintet, 9 millió eurót lehet elnyerni, egy projektet fognak támogatni, szintén májusi beadási határidővel. A 8. felhívás az első flagship projektünk. Itt multi megawatt léptékű elektrolizálók integrációja ipari alkalmazásokban a felhívás címe. Innovation Action típusú 18 millió eurót lehet elnyerni, egy projektet fognak támogatni, TRL 8-as szintet kell elérni, és itt szeptemberi beadási határidő van. 9. felhívásunk, szilárd oxidos elektrolizáló technológiák méretnövelése, ez egy RIA típusú felhívás, 6 millió eurót lehet elnyerni két darab projekttel, TRL 6-os szintet kell elérni majd, és májusi beadási határidejű. A 10. felhívásunk zöld hidrogén offshore előállításának demonstrációja, ez a következő flagship projekt, az Innovation Action típusú egy projekt lesz támogatva 20 millió euróval, itt TRL 7-es szintet kell elérni, és ez egy szeptemberi beadási határidejű projekt. És akkor ezek voltak az előállításhoz kapcsolódó, és most áttérünk a tároláshoz és a szállításhoz kapcsolódó projektek felhívásokra. Itt látható, hogy 11 darab felhívás fog megjelenni, összesen 9 RIA, 2 darab Innovation Action, és összesen 44 millió euróval 12 darab projektet fogunk támogatni. Hat darab májusi beadási határidejű és 5 darab szeptemberi beadási határidejű projektről van szó. Az első felhívásunk címe elosztói hálózat nem acélalapú fémes anyagainak kompatibilitása hidrogénnel. Ez egy RIA típusú felhívás, 2,5 millió euróra lehet pályázni, egy projektet fognak támogatni, TRL 5 szintet kell elérni szeptemberi beadási határidővel. A második felhívásunk hidrogén és hidrogén földgáz elegy szivárgásának detektálása, folyamatos monitorozása és jövőbeni hidrogén-hidrogén földgáz hálózatok biztonságos üzemeltetése. Ez egy RIA típusú felhívás, 2,5 millió euróra lehet pályázni, egy projektet fognak támogatni, TRL 5 szintet lehet elérni, és májusi beadási határidővel kell elkészíteni a pályázatot, hogy a nemzetközi konzorciumot kell működtetni. A harmadik felhívásunk nagy teljesítményű hidrogén cseppfolyósító üzem validációja, ez egy RIA típusú felhívás, 5 millió euróval egy projektet fognak támogatni, TRL 5 szintet kell elérni, és májusi beadási határidejű szintén. A negyedik felhívásunk ammónia átalakítása zöld hidrogénné, ammónia bontás hatékony rendszere a nagy távolságú szállítási alkalmazásokhoz. Ez egy RIA típusú felhívás, 3 millió euróra lehet pályázni, egy projektet fognak támogatni, TRL 5 szintet kell elérni, és ez egy szeptemberi beadási határidejű. Ugye ez kapcsolódik az 5. felhívás, ami szintén szeptemberi beadási határidejű. Ennek a címe hosszú távú szállításokra alkalmas folyékony szerves hidrogénhordozó vegyületek szintetizálásának és dehidrogénezésének hatékony rendszere. Szintén RIA típusú felhívás, 3 millió eurót fog kapni egy darab nyertes projekt, és TRL 5 szintet kell elérni a projekt végére. 6. felhívás a tárolás és disztribúció témában. Ennek a címe nagyméretű folyékony hidrogén tároló tartály fejlesztése a hajózásban. Ez egy RIA típusú felhívás, 6,5 millió eurót lehet elnyerni egy projektnek, TRL 5 szintet kell elérni, és szeptemberi beadási határidő tartozik hozzá. A 7. felhívásunk megnövelt kapacitású komprimált hidrogén szállító trélereknek szól. Ez egy RIA típusú felhívás, 2,5 millió eurót lehet elnyerni, egy projekt lesz támogatva, TRL 5 szintet kell elérni, és május 31-i beadási határidő tartozik hozzá.
8. felhívásunk a tárolásban, aminek a címe megbízható, nagykapacitású és energiahatékony kompresszorrendszerek újszerű vagy hibrid koncepciójának kifejlesztése valós működési méretekben. Ez egy Innovation Action típusú felhívás, 5 millió euróval egy projekt lesz majd támogatva, TRL 7-es szintet kell elérni, és májusi beadási határidővel. 9. felhívásunk mintavételi módszertan és minőségvizsgálat hidrogéntöltő állomásoknál. Ez egy RIA típusú felhívás, 4 millió eurót fog kapni egy projekt, TRL 5-ös szintet kell elérni, és májusi beadási határidejük. 10. felhívás a tárolásban. Új optimalizált hidrogén tankolási protokollok és komponensek nagy töltési kapacitású hidrogén töltőállomásokhoz. Ez egy RIA típusú felhívás, 8 millió euróval két projekt kerül majd támogatásra, TRL 6-os szintet kell elérni, és májusi beadási határidejük. 11. felhívásunk, ami egy Innovation Action, aminek a címe mobil és telepített gázhalmazállapotú hidrogén töltőállomások fejlesztése és demonstrációja a belvízi hajózás és a rövidtávú tengeri hajózás kiszolgálására. Itt 7 millió eurót fog kapni egy projekt, TRL 6-os szintet kell elérni, és a szeptemberi beadási határidejünk. Ezek voltak a tároláshoz kapcsolódó felhívások, és akkor most áttérünk a közlekedéshez kapcsolódó felhívásokra. Itt 8 darab felhívás jelent meg március 1-én, ebből 6 darab RIA típusú, 2 darab Innovation Action típusú, mind a kettő flagship projekt is a partnerségben. Összesen 98 millió euróra lehet itt pályázni, 11 darab nyertes pályázat lesz, egy darab szeptemberi felhívás van az első, a többi pedig 7 darab az májusi beadási határidejű. Az első felhívás címe megbízható és sokoldalú PEM tüzelőanyag cellasztekkek fejlesztése és optimalizációja nagy teljesítményigényű alkalmazásokhoz. Ez egy RIA típusú felhívás, 7 millió eurót lehet nyerni két projektre, TRL 5-ös szintet kell elérni, és szeptemberi beadási határidejű. A második felhívás nehézgépjárművekben alkalmazandó, következő generációs, továbbfejlesztett PEM üzemanyagcellákhoz innovatív és optimalizált MEA komponensek. Ez egy RIA típusú felhívás, 6 millió eurót lehet elnyerni, két projektet fognak támogatni, és TRL 4 szintet kell elérni, májusi beadási határidő. Harmadik felhívásnak a címe, európai hidrogénüzemű teherautók nagy léptékű demonstrációja a TEN-T folyósók mentén. Ez egy Innovation Action típusú felhívás, 30 millió euróval lesz egy projekt támogatva, és itt igen magas TRL 8-as szintet kell elérni májusi beadási határidővel. Negyedik felhívásunk nehéz gépjárművek folyékony hidrogén tankjairól szól. Ez egy RIA típusú felhívás, 5 millió eurót fog kapni két projekt, TRL 6-os szintet kell elérni, és májusi beadási határidő van. Az ötödik felhívásunknak a címe hidrogén üzemanyag cellás édesvízi hajók nagyléptékű demonstrációja. Ez egy Innovation Action típusú felhívás, ez egy flagship projektje a Tiszta Hidrogén Partnerségnek. 15 millió eurót fog kapni egy darab projekt, 8-as TRL szintet kell elérni, és májusi beadási határidejű. 6. felhívásnak a címe a repülőgépiparban használható tüzelőanyagcellák fejlesztése és demonstrációja. A néhány 100 kW-os tekkektől a teljes értékű több megawatt teljesítményű rendszerekig. Ez egy RIA típusú felhívás, egy projektet fognak támogatni 20 millió értékben, TRL 5-ös 6-os szintet kell elérni, és ez szintén májusi beadási határidejű. 7. felhívás címe, repülésben használható speciális kriogén hidrogén tároló rendszer fejlesztése, kiegészítve üzemanyagszintmérővel és hőmenedzsmenttel és monitoring rendszerrel. Ez egy RIA típusú felhívás, egy projekt lesz támogatva 10 millió értékben,
térrel 3-4 szintet kell elérni, és májusi beadási határidő tartozik hozzá. 8. felhívásunknak a címe: repülőgépiparban alkalmazandó üzemanyagcellák fejlesztése és optimalizációja, disztruktív, következő generációs, magas hőmérsékletű üzemanyagcellás technológia a jövő repülésében. Ez egy RIA típusú felhívás, 5 millió eurót fog egy darab projekt kapni, és térrel 4-es szintet kell elérni. Ez egy májusi beadási határidejű felhívás. És akkor most térjünk át a heat és a power szekcióra. Itt összesen 4 darab felhívás jelent meg. 3 darab RIA típusú, 1 darab innovation action típusú, összesen 24,5 millió euró keretben, 5 darab projektet fog támogatni a partnerség, 1 darab szeptemberi felhívás van, és 3 darab május. Az első felhívás, ugye, ami a szeptemberi, ennek a címe a tüzelőanyag, cellák és komponensek innovatív gyártási folyamatának tervezése és ipari bevezetése. Ez egy innovation action típusú felhívás, 1 projekt lesz támogatva 7 millió euróval, és térrel 7-es szintet kell elérni. A második felhívásnak a címe: ammónia üzemanyagú tüzelőanyagcellás rendszerek, kiemelt figyelemmel a nagy hatásokra, hosszú életamra és tervezési optimalizálásra. Ez egy RIA típusú projekt, 4 millió euróval lesz támogatva 1 darab projekt, térrel 5-ös szintet kell elérni, és májusi beadási határidejű. A harmadik felhívásnak a címe: reverzibilis SOC rendszer fejlesztése, üzemeltetése és villamos hálózati integrációja. Ez egy RIA típusú felhívás, 5,5 millió euróval lesz támogatva 1 projekt, térrel 5-ös szintet kell elérni, és májusi beadási határidejű. A negyedik felhívásnak a címe: hidrogén dúsgázzal egy száraz, low NOx technológiájú égetése nagy nyomás mellett gázturbinás alkalmazásokban. Ez egy RIA típusú felhívás, 8 millió euróval 2 projekt lesz támogatva, térrel 6-os szintet kell elérni, és májusi beadási határidején. És akkor most áttérünk a horizontális ügyekre, ugye azon belül először a cross-cutting issue, ahogy a reggeli előadásban is már Dimitris beszélt róla. Itt 5 felhívás jelent meg, 3 darab RIA típusú, 2 darab CSA típusú, összesen 9 millió euróval 5 darab projektet fognak támogatni, 2 darab szeptemberi beadási határidő van, és 3 darab májusi beadási határidő. Az első felhívásnak a címe: hidrogén és tüzelőanyag cellás technológiák társadalmi megértése. Ez egy CSA típusú felhívás, 1 millió eurót fog kapni egy projekt, itt értelemszerűen nem kell térrel szintet elérni, egy szeptemberi beadási határidejű. Akkor a kettes felhívásnak a címe: kriogén-hidrogén közterületen történő szállítási technológiáinak biztonsági vonatkozásai mobil alkalmazásokhoz. Ez egy RIA típusú felhívás, 2 millió eurót fog kapni egy projekt, és májusi beadási határidejű. Akkor a harmadik felhívásnak a címe: biztonságos hidrogénbetáplálás menedzsmentje hálózati szinten, úton az európai gázszektor átalakítása felé. Ez egy RIA típusú felhívás, 3 millió eurót kell kapni, egy projekt fog nyerni, és térrel 6-os szintet kell elérni, szeptemberi beadási határidején. Negyedik felhívásnak a címe: földgáz és hidrogén elegyek mérésére szolgáló eszközök teszteljárásainak fejlesztése és a mérőeszközökre vonatkozó követelmények kidolgozása. Ez egy RIA típusú felhívás, 2 millió eurót fog kapni egy projekt, térrel 4 szintet kell elérni, és májusi beadási határidejű. Az ötödik felhívás címe: hidrogénnel kapcsolatos kutatási és innovációs együttműködés Afrikával. Ez egy CSA típusú felhívás, 1 millió eurót fog kapni egy projekt, és májusi beadási határidejű.
és akkor a többi horizontális ügyről is szólnék egy pár szót. Ugye először a hidrogénvölgyekről, vagy az a előző előadásokban is szó volt róla, Magyarországon is két hidrogénvölgyet szeretnénk, hogy egyet kelet Magyarországon, egyet nyugat Magyarországon, és a tiszta hidrogén partnerség is pont két hidrogénvölgy kiírást tett közzé. Az egyik egy nagy léptékű, a másik egy kis léptékű, mind a kettő flagship projekt, és ezen kívül még van egy kihívásunk is. Ugye a hidrogén völgyeknél a nagy léptékű az 25 millió eurót fog egy projekt nyerni, TRL 8-as szintet kell elérni, itt egy szeptemberi beadási határidő van, és a kis léptékűnél pedig 8 millió eurót fog egy projekt kapni, ugyanúgy TRL 8-as szintet kell elérni, és szeptemberi felhívás van. Mind a kettő flagship projekt, ezekre szerintem mindenképpen érdemes lenne Magyarországnak pályázatot beadni. És akkor az utolsó, ez pedig a kihívásunk, ennek a címe elektrolizálók és tüzelőanyagcellák kritikus anyagainak fenntarthatósági vonatkozásai. Ez egy RIA típusú felhívás, 10 millió euróra pályázhatnak. Egy projekt kerül támogatásra, TRL 4-es szintet kell elérni, és májusi beadási határidő. És akkor, ahogy ígértem, itt az utolsó dián, itt vannak az e-mail címeim, vannak hivatalos NKFIH-s e-mail cím is, de ahogy látom, a Express Innovation Agency e-mail címet rosszul írtam, de majd a hivatal honlapján megjelenik, ott már jól fog szerepelni. És akkor még egy-két szót szólnék, amiről itt korábban volt szó, hogy a származási garanciák, ez is elérhető lesz majd Magyarországon, a Magyar Áramtőzsdén, a HUPEX GON keresztül, amire szükség lesz a zöld hidrogén előállításának az igazolásához, addigra a tőzsdén már lehet majd vásárolni a származási garanciákat itt Magyarországon, ugye a MAVIR-tól. És a májusi beadási határidőkhöz a javaslatom az, hogy egy nemzetközi konzorciumhoz csatlakozzon az, akit érdekel ez. A szeptemberi beadási határidőnél szintén javaslom egy nemzetközi konzorciumhoz való csatlakozást, illetve itt akár egy saját konzorciumot is lehet segíteni, amiben a hivatal is, és mi is tudunk segíteni. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet. Köszönjük szépen az előadást, és hogy bemutattad itt a legfontosabb tudnivalókat a jelenleg nyitott pályázatokkal kapcsolatban. Én akkor megint feltenném a szokásos kérdést, hogy bárkinek észrevétele kérdése van az elhangzott információkkal kapcsolatban. Úgy látom, hogy továbbra sincsen kérdés. Továbbra is tényleg, hogyha esetleg közben még valakinek eszébe jut egy gondolat, akkor a csetablakot bátran használják ennek megjelenítésére. De akkor én tovább is haladnék a programmal, és a mai utolsó előadónkat kérném fel, Tompos Andrást, a Magyar Hidrogén és Tüzelőanyagcella Egyesület elnökét, hogy mutassa be a jó gyakorlatokat a résztvevőknek. Köszönjük szépen előre is. Kollégák, köszönöm szépen a bevezetést, a felvezetést, illetve a lehetőséget, hogy itt röviden bemutatkozhatok, és illetve bemutathatom az általam képviselt szervezeteket, illetve hát azoknak a kapcsolódását a új hidrogén partnerséghez és azoknak a kiírásaihoz. Igen, tehát miért éri meg elsősorban a Hydrogen Europe-nak, vagy a Hydrogen Europe Research partnerének lenni? Én azt gondolom, hogy azon túl, hogy rengeteg információval árasztanak el minket munkacsoportokon, illetve egyéb fórumokon keresztül, talán a legfontosabb, hogy részt vehetünk, és részt is kell venni a különböző munkaprogramoknak, éves munkaprogramoknak, illetve a stratégiai kutatási tervnek, ami a több éves munkaprogramnak az elkészítésében. Tehát például, nem is például, de konkrétan a 23-as, tehát a következő évi kiírások
Horizont-nak a megfogalmazása az tulajdonképpen el fog kezdődni. Most március végével kiadják a stratégiai irányokat, tehát a specifikus kihívásoknak jól válaszoló prioritásokat, stratégiai irányokat kihirdeti az irányító testület, és ezt követően bekérik a tagi hozzájárulásokat, majd fogok mutatni erre egy templátot, hogy milyen tartalommal szokták ezt bekérni. Rövidesen, tehát valószínűleg jövő héten, én úgy tudom, hogy jövő hétfőn lesz egy webinár, ahol ezeknek a témaleírásoknak, tagi hozzájárulásoknak a legfontosabb formai és tartalmi követelményeiről kapunk egy kis tájékoztatót. A beérkező javaslatokat ugye feldolgozzák, különböző műszaki bizottságok, amit én próbáltam ugye a Technical Committee-t meg a Roadmap Leader-t lefordítani magyarra. Úgyhogy műszaki bizottságok és az úti tervek vezetői feldolgozzák és általánosítják, megpróbálják olyan mérték úgy homogenizálni és konszolidálni egy, tehát a különböző típusú inputokat kicsit homogenizálni, amit végül ezeket a tervezeteket a programirodához be lehet küldeni. Ezután a public része a partnerségnek, az Európai Bizottság és a programiroda iterál egymás között, és konszolidálják a tervezeteket, a vázlatokat, és hát kezdődik ez a ciklus előről, tehát még egy kör lesz, amiben végül a tervezeteket véglegesítik, és az év végén a munkaterv kihirdetésre kerül, illetve a következő év elején pedig ezek pályázati felhívások formájában jelennek meg, ahogy most a 21-22-eset bemutatta a Palotai Zoli. Ugye kicsit összetorlódott a 21-22-22-ben lesz meghirdetve, de két lépcsőben lehet rá pályázni május és szeptemberi beadással. A 23-as az már szinte a normális menetrend szerint következő év elején lesz meghirdetve, és valószínűleg májusi beadás lesz. Tehát a templátokat, hogy milyen témaleírás sokat, tehát milyen tartalommal kérik a témaleírásokat, hát korábban ugye ez volt a gyakorlat, a Fuel Cell Hydrogen Joint Undertaking, tehát az előző partnerség ezeket a templátokat küldte ki, de már a 21-22-esek is úgy készültek, hogy csak a témaleírást és a hatást definiálták. A kihívást azt egyfajta központi szinten az irányító testület, illetve a műszaki bizottságok és a úti terv vezetők fogalmazzák meg, tehát homogenizálják egyfajta kicsit ilyen központosítottabb stratégiai irányok kijelölése céljából. Természetesen ugye a témaleírás és a hatások azok benne maradnak a templátba, és ezen kívül ugye meg kell határozni, hogy ez egy research innovation, vagy egy innovation action lesz, vagy esetleg egy koordinációs action, illetve hát a futamidőt, és hát az EU-s támogatási igényt szokták még ezekbe a témaleírásokba betenni. Hát én ugye annak örülnék, hogyha Magyarországon egyre többen és növekvő létszámmal lennének az ipari partnerek, a Hydrogen Europe, illetve kutatóhelyi partnerek, a Hydrogen Europe Research tagjai, mert úgy tudunk, legalábbis ez az én véleményem, persze lehet ezzel vitatkozni, megfelelő, hát kritikus tömeget a témaleírások meghirdetések, vagy témaleírások megfogalmazásakor képviselni. Ha már egyszer valaki elnyerte a projektet, akkor hát ugye láttuk azokat a kritériumokat, hogy milyen projektek nyerhetnek, hát mindenképpen legyen benne egy Hydrogen Europe vagy Hydrogen Europe Research tag.
de egy projekt hozzájárulást a programiroda részére, adminisztratív költségeinek a fedezésére a teljes projekt költségvetésre ki fognak vetni. Ez tulajdonképpen egy kicsit ilyen fekete leves, de amúgy megérthető. Tehát a tagi hozzájárul, a tagi tagdíjon felül, ha nyertes konzorciumban szerepel a HE vagy HR tag, akkor további az ő büdzséjének 3,5%-át még be kell fizetni. A konzorcium vezetőnek gondoskodni kell róla, hogy a teljes támogatási összegre ezt a 3,5%-ot valahogy begyűjtse a tagoktól. De azok a tagok, akik nem HE vagy HR tagok, tehát azok a konzorciumi partnerek, ugye nekik nincsen jogalapjuk a programirodának fizetni egy kanyi vasat sem, úgyhogy őket vagy meg kell győzni, hogy legyenek HE vagy HR tagok. Persze ez ugye nem egy egyszerű kérdés, mert hogyha valakit felkértek, valamelyik iparvállalatot vagy kutatóhelyet felkérnek arra, hogy legyen a konzorcium tagja, hogy szerepeljen a konzorciumban, akkor azt valószínűleg azért kérték fel, mert olyan szakértelme van, és olyan kiválóság tartozik hozzá, amivel a nyerési esélyek drasztikusan nőnek, tehát utólag nem lehet beállítani hozzájuk, hogy oké, most elnyertük a pályázatot, akkor legyen jó kedves, és a költségvetésed 3,5%-át a programirodának fizess be, amihez tulajdonképpen semmi közöd. Úgyhogy érdemes őket megkérni, hogy legyenek tagok, felvillantani azokat a lehetőségeket, hogy a következő években már aktívan, proaktívan tudnak hozzájárulni a munkacsomagok, és így ezen keresztül a felhívások, a K+F felhívások megfogalmazásában. Van egy olyan lehetőség erről a Didrich beszélt, hogy egyfajta projekttagságot kapnak az ipari partnerek. Hát ez megfelelő korlátozott jogokkal, a státusz ingyenes, tehát nekik tagdíjat nem kell fizetniük, viszont nagyon-nagyon limitált az a elérhetősége és szolgáltatás, amit a Hydrogen Europe-tól kapnak, viszont így jogalap megteremtődik, hogy a 3,5% projekttámogatást be tudják fizetni, és hát a legkedvezőtlenebb, legalábbis a jelenlegi tagokra nézve a legkedvezőtlenebb verzió, hogyha a projekt hozzájárulást a konzorciumban szereplő HE és HER tagok fizetik ki, és hát ugye ezeket a konzorcium megállapodásban kell rögzíteni. Partnerkereső templátot rendelkezésre bocsátanak, ami tulajdonképpen a tevékenységet, nem tudtam szépen leírni magyarul, és a szakértelmet kell lehető tömören, célatörően részletezni, és ezt a HE és HR tagok között ezt a óriási nagy adatbázist ezt köröztetik, és az érdeklődő partnerek meg tudják egymást keresni, tehát minden egyes megfogalmazott témához, már így az első vázlatok, az első megfogalmazás után is lehetőség van ezt az érdeklődést kifejezni, és én azt gondolom, hogy minél nagyobb az érdeklődés egy adott téma iránt, annál nagyobb valószínű, hogy azt a 2-3 iterációt, szűrést túléli a téma. Tehát ezért is fontos, hogy minél több magyarországi partner legyen, mind a Hydrogen Europe-ban, mind a Hydrogen Europe Research-ben, egymást támogatjuk, illetve az általunk beküldött témákon megjelenő érdeklődés eleve támogatja, hogy az adott téma túlélje az irányító testület és a különböző fórumoknak a diszkuszióját. A jó gyakorlat az túlzás, hogy túl sok van, de szerepeltünk már projektben. Ez a HILO projekt volt, ez 2017-18-ban volt nagyon sok partnerrel, rengeteg EU-s tagországból, és hát Magyarország a feltörekvő országok kategóriájában
viszonylag kis költségvetéssel, de azért részt vett ebben a projektben, tehát a jogi közigazgatási akadályoknak a feltérképezése és hát a javaslattétel szakpolitikai dokumentumokban ennek eltávolítására volt a fókusz ennek a projektnek. Itt láthatók a jogi személyek, amelyek részt vettek, ugye Magyarországról akkor még az MTA-TTK vett részt, illetve az egyesületünk is, a Hidrogén Tüzelőanyagcella Egyesület tulajdonképpen a TTK-nak alvállalkozójaként vett részt a projektben. Hát ugye két irányból közelítettük meg a problémát, tehát gyorsítani kell a technológiák, hidrogén tüzelőanyagcellás technológiák piaci térnyerését, és hát mind a fejlesztőket, mind az alkalmazókat segíteni kell, hogy az ezzel kapcsolatos szabályokat, jogszabályokat megismerjék. Másik oldalról pedig ahhoz, hogy ezeket a hidrogén technológiákat tényleg elterjedésüket tényleg fel lehessen gyorsítani, el kell hárítani, fel kell oldani a jogi közigazgatási akadályokat. Erről Horváth Viktor osztályvezető úr is hosszabban beszélt, és hát jelenleg is a projekt utóélete az megengedi, hogy ezeken az online felületeken még meg után lehessen követni, hogy mi az, ami a projekt eredményeként létrejött. És hát itt vannak a kapcsolatok. Még ha röviden megengedik, akkor a két szervezetet, amelyeknek hát benne vagyok, hát a Hidrogén és Tüzelőanyagcella Egyesületnek az elnökeként vagyok én most itt jelen, és részt veszek a Magyar Hidrogén Technológiai Szövetségnek az operatív hát testületében, és hát mind a két szervezetnek valahol az a küldetése, hogy a hidrogén technológiák hazai térnyerését elősegítse. A szövetség egyfajta mandátumot is kapott az Innovációs Minisztériumtól, hogy operatív szerepvállalással segítse a hidrogén stratégia megvalósítását. Talán, hogyha el kell különíteni a két szervezet tevékenységét, akkor az eszközpark, ami alkalmazunk, az talán különbözik. Tehát az egyesület inkább az ismeretterjesztésre, tájékoztatásra, szemléletformálásra fókuszál, míg a szövetség proaktívan kíván hozzájárulni ipari pilot projektek generálásához. Talán a Hydrogen Europe Research, illetve maga a partnerség, a Tiszta Hidrogén Partnerség szemléletéhez ez utóbbi hozzáállás van közel. Tehát nekünk az a célunk, hogy olyan projekteket generáljunk itt a TRL skálán, amelyek még tulajdonképpen nem a piac érett projekteknek a telepítésére szolgált, tehát arra a Hydrogen Highway prioritást élvező projekt szolgál elsősorban, ahol piaci érett, tehát TRL-9-es, illetve hát már a bevezetés szakaszában lévő projekteknek a telepítés egyfajta befektetés játszódik le. A szövetségnek az a feladata, hogy nemzetközi, hazai nemzetközi projekteket generáljon a TRL skálán, tehát viszonylag széles tartományban, de hát közel az innovációs részhez. Külön dedikált program, a Zöld Kamion program, aminek a felügyeletét a minisztérium a szövetségre bízta. Kicsit az egyesületről. Az egyesületnek ugye a tájékoztatás, ismeretterjesztés, szemléletformálás a célja. Hogy kapcsolódik a Tiszta Hidrogén Partnerséghez, ezeket a fejleményeket és információkat, amelyek a Tiszta Hidrogén Partnerség irányából hozzánk érkeznek, ugyanis az Egyesület tagja a Hydrogen Europe-nak,
Ezeket mi megfelelő szűrés és megfelelő feldolgozás után a tagság számára továbbítjuk. Szintén információkkal látjuk el őket a hidrogén hírlevélben. Ez az egyetlen hazai magyar nyelvű hidrogén energetikai tematikájú szaklap. Konferenciákat, workshopokat is elsősorban a szemléletformálás tájékoztatás véget szervezünk, míg a szövetség ezeket a konferenciákat és workshopokat elsősorban a hálózatosodást, tehát a hazai partnerek egymásra találása céljából fogja, illetve hát majd szervezi is. Én azt gondolom, hogy talán ennyit lehet a két szervezetről röviden beszélni. A Megújul Energiák Nemzeti Labor vélhetően rövidesen indul. A pályázatot feltöltöttük a rendszerbe. Minap volt egy tájékoztató a nemzeti laboroknak a finanszírozásáról, és a nemzeti laboroknak a bővíthetőségéről is ejtettek szót. Nincsen ez irány, tehát nem zárkózik el ezelől senki, hogy a nemzeti labor bővíthető legyen, de hát kellő és megfelelően irányzott hát igényt kell támasztani. Most szépen fejeztem ki, de tulajdonképpen lobbizni kell ez ügyben, hogy senki nem maradjon le a fedélzetről, aki részt tud venni a hidrogén technológiák hazai hát nagyobb hozzáadott értékű bővítésében, tehát ami hazai hozzáadott értéket tud teremteni a hidrogén technológiákhoz. A konzorciumot a Pécsi Tudományegyetem vezeti, és van egy hidrogén technológiai lába, amelyiknek szakmai vezetője én vagyok, illetve a széndioxid technológiai lábnak pedig Janáki Csaba, Szegedi Tudományegyetem csoportvezetője, főmunkatársa a vezetője. Különböző a pályázatban különböző számszerű vállalásokat tettünk. Most itt számokat ugyan nem mutatok, de ezt a hat területet számok nélkül is érdemes tulajdonképpen végignézni, tehát cél, hogy mind a tudományterület hosszú távú fenntartatósága, mind pedig a vállalati szféra szakember utánpótlása szempontjából egyfajta utánpótlás generációt neveljünk ki. Az innovációs ökoszisztéma megerősítése rendkívül módon csatlakozik a Tiszta Hidrogén Partnerség ehhez tulajdonképpen ez a lényege, hogy erős konzorciumok alakuljanak ki, erős hálózatok alakuljanak ki, amelyek eséllyel pályáznak a Tiszta Hidrogén Partnerség kihívásaira. Tudni kell, hogy a nemzeti laborok azok a helyreállítási tervhez kapcsolódnak, helyreállítási tervnek a forrásaiból lesznek finanszírozva, és ezzel összhangban mind a zöld, mind a digitális átállás területén megfelelő indikátorokkal kell megjelennünk. Kiváló közleményeket kell ugye közzétennünk a szakterület vezető folyóirataiban. Ugyan a pályázati felületre az volt a felkérés, hogy a top 25, tehát a Q1-es cikkeket jelenítsük meg azokban tett vállalásokat. Én azt gondolom, hogy a CHE-be, tehát a Clean Hydrogen Europe partnerségbe csak akkor tudunk jó eséllyel részt venni, hogyha ez nem a top 25, hanem a top 1, illetve a top 5%. Tehát senki más nem fog érdekelni a top 25-ben való publikálás. És a szabadalmak számát kellett megjelölni a pályázati felhívásban, de itt sem a szám a lényeg, hanem hogy ez hasznosítható legyen. Tehát sokkal-sokkal komolyabb követelményeket kell igazándiból önmagunkkal szemben támasztani, mint amit a pályázati felületre feltöltöttünk indikátorokat.
egymástól ezek a pontok nem elkülöníthetők, tehát itt minden területen, minden konzorciumi tagnak, aki a Nemzeti Laborban részt vesz, kiválónak kell lenni, csak akkor lehet sikeresen nemzetközi projektekben részt venni. Tehát nem lehet úgy innovatívnak lenni, hogy nincsen formabontó publikációs eredmény. Úgy hallottam, hogy ez diszruptívnak kell mondani magyarul. De nagyon-nagyon fontos, hogy a kiválóság tulajdonképpen minden szinten megtörténjen. Nem lehet innováció áttörő publikációs áttörő kutatás nélkül. Azt hiszem, hogy én ezzel végeztem, és köszönöm szépen a figyelmet. Nagyon szépen köszönjük az előadást. Hát csak én is megerősíteni tudom, mint ugye a hazai ötös klaszter egyik energetikáért felelős NCP-je, Nemzeti Kapcsolattartója, hogy a hálózatépítésnek milyen kiemelt szerepe van a nemzetközi projektekben való sikeres szerepléshez, hiszen ez egyfajta nulladik lépés véleményem szerint is. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy a tapasztalatokat is megosztotta velünk András. Én szeretném kérdezni itt a hallgatóságot, hogy esetleg a csetablakban továbbra se látok kérdést, de hogy akár szóban is lenne, akár András előadásához, akár a korábban elhangzottakhoz kapcsolódóan bármilyen kérdés, hiszen a hivatalos programnak így lassan a végére érünk, úgyhogy ha bármilyen kérdés még felmerül, akkor annak örülnénk. És közben bocsánat esetleg, hogyha én addig a gondolkodási időt kihasználtam egy kérdés feltevésére, hogy akkor ez a Nemzeti Laboratórium, ez várható, amikor fog elindulni? Amennyiben ugye megkapja a támogatást nemától. Múlt héten volt ez a tájékoztató, innovációs ökoszisztéma tájékoztató az NKFI hivatalban, a 231-es teremben. Ez kifejezetten az Ötvös Loránd Kutatóhálózat főigazgatóinak volt, én ott képviseltem a TTK főigazgatóját, és ott hangzott el konkrétan, hogy ez 100%-ban megelőlegezi a kormányzat, tehát ugyan az RRF források még nem érkeztek meg Magyarországra, de ez nem csak hogy megelőlegezi, hanem elő is finanszírozza a nemzeti laboratóriumokat a kormányzat, úgyhogy erről lehet tudni. Április során fognak a szerződések megköttetni, támogatási szerződéseket, ugye legkésőbb májusban. Vannak olyan nemzeti laborok, amelyek még nem sikerült a pályázati felületre teljes mértékben feltölteni a pályázatot, úgyhogy nekik van még egy kis laufjuk a április végéig, hogy feltöltsék, de április-május az az időtartam, amikor a szerződések, támogatási szerződések megkötésre kerülnek, és ennek megfelelően április-május lesz az előfinanszírozás, tehát a teljes mértékű előfinanszírozásnak a dátuma is. Köszönöm szépen. És ugye a Pécsi Tudományegyetem a konzorcium vezető, esetleg a konzorciumi tagokat is lehet tudni, gondolom ugye a TTK, hogy azon kívül... 11 költségvetési intézményről beszélünk, és akkor megpróbálok kicsit hát balról, jobbra országban, nem tehát geológiailag, akkor próbáljunk. Hát a Széchenyi Egyetem Győrből, Pannon Egyetem, mind az Alaegerszegi Kampusz, mind pedig a Veszprémi Kampusz benne van, ugye akkor a Pécsi Tudományegyetem, akkor benne van a Természettudományi Kutatóközpont, illetve az Energia Tudományi Kutatóközpont, ez a kettő LKH kutatóhely van benne, az összes többi az egyetem. A Debreceni Tudományegyetem, Isten, nagyot ugrottunk abba az irányba, bocsánat, Kecskemét még ott van, tehát a Neumann János Egyetem szintén benne van, a Szegedi Tudományegyetem és a Miskolci Egyetem.
Nagyon szépen. Soroltam el mindet? Nem, tökéletes, bocsánat, hogy így ilyen részletekbe belekérdeztem, csak ez valóban nagyon hasznos a jövőre nézve, és úgyhogy köszönöm szépen, bocsánat, hogy itt visszaéltem a lehetőséggel a kérdezés. Bocsánat, a Budapesti Műszaki Egyetem kimaradt, és hát nagyon sok az új jelentkező, én nagyon remélem, hogy tudnak majd csatlakozni. Reméljük akkor mi is, hogy egy minél szélesebb körű ilyen platformot sikerül kiépíteni. És akkor itt, igen, a chat ablakban egyetlen kérdés merült fel ugye az előadások feltöltésével kapcsolatban. Aki esetleg nem figyeli a chat ablakot, akkor megismétlem szóban is, hogy az előadások tehát és a felvétel is elérhető lesz az NKFIH honlapján, de erről majd értesíteni fogjuk a résztvevőket. Mindenképpen a következő napokban. Akkor én még egyszer gyorsan visszakérdezek, csak egy megerősítő kör. Az esemény honlapja, az pedig tehát az NKFIH honlapján, ahol regisztrálni is kellett, arra gondoltam itt az esemény honlapja címszó alatt, de erről úgyis minden résztvevőnek a regisztrációnál megadott e-mail címen keresztül fogom küldeni egy linket, tehát hogy mindenki meg fogja kapni az e-mail fiókjába, ahol elérhetőek lesznek majd a prezentációk is, visszanézhető lesz a felvétel is. Én akkor ebben az esetben, hogyha nincsen más kérdés, megjegyzés, észrevétel, akkor szeretném még felajánlani esetleg itt a szervező kollégáknak és Palotai Zoltánnak és Boldizsár Dórának a lehetőséget, hogy bármilyen gondolatot még osszanak meg a mai rendezvénnyel kapcsolatban. Én nagyon szépen köszönöm a részvételt mindenkinek a mai információs eseményen. Reméljük sikerült hasznos információkkal ellátni önöket, nem is csak itt a Horizont Európa Tiszta Hidrogén Partnersége kapcsolatban, hanem más kapcsolódó kezdeményezéseket illetően is. Illetve ugye nagyon fontos itt a szakpolitikákra való utalás is, hiszen a Horizont Európa programban még hangsúlyosabban szerephez jut az impact, hogy a megvalósítandó projektek és az EU által támogatott projektek milyen módon járulnak hozzá az EU-s, illetve ugye adott esetben a hazai szakpolitikai célok eléréséhez is, tehát ugye azért szerettünk volna erre is egy kitekintést nyújtani önöknek. Akkor ugye a prezentációk során bemutatott elérhetőségeken természetesen elérhetőek leszünk a jövőben is, akár egyéni konzultációra, akár rövidebb kérdésekkel kapcsolatban e-mailben vagy telefonon. Úgyhogy nem tudom, Zoli vagy Dóri, bármi észrevétel hozzászólás részletekről még. Köszönjük szépen Orsi az együttműködés Szonyának a bevezetést, a többi előadónak a hozzászólást, és a résztvevőknek pedig a részvételt, és mindenkinek jó étvágyat szeretnénk kívánni. Köszönjük szépen akkor mindenkinek, és akkor értesíteni fogjuk önöket e-mailben az előadásokról, ha felkerültek a honlapra, és akkor én is mindenkitől elköszönjük. Köszönök, úgyhogy köszönöm szépen a részvételt, és további szép délutánt. Szervusztok, viszlát! Viszlát, szervusztok! Köszönjük mindenkinek, viszlát! Viszlát!